király, király, a béka király, 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 a béka király, 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 a béka király. Jött a lány és csókokat nyomott rám. Király, hogy hisz a mesékben, még néhány királylány, hogy megtöri csókja a boszorkányátkát. Aztán megkérem a kezét, és végül szül majd egy kis babát. De király fibán mégsem változott pillanatok alatt. Hiába csókolod meg, amíg a mindig béka marad, sírhat még ezen egy ilyen át. Valamint három sam időn, az erdőcs mezőt járám, eltűnődik, hová lőm az rím. Mely időn, vitéz Mátyás király urunk, mennybe szállas érette Dafkes iránkozunk. Igazság már az időtől nincs. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szümeim merengének télen, szép Dunán hömpölygő olaj tengerében, s eltűnődék, hová lőn az jég. Meg büszke várát, azért ostromolánk, mert az Óberencen túl tejet olcsóban találánk. Szent igazság, hová lendél? Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most nem csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szuperbuli, mert a jányom eladom. Lagy.
Lóci Lajost vendégségbe meghívom, az összes pipa dohányomat elszívom. Mert aki bújt, aki nem mire a nap fel kell, Lakszi lesz és punktum a jányel kell. Jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. A dégedőn észre játszom, mert nincsen cselló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. A de kombiné, kombiné, ha cipész kombiné, ha még az éjjel felhajtom majd én. A daja híd alatt, a híd alatt, a Margit híd alatt, ha ott hagytod a kombinétodat. De már meg a kérő vajon hova bújt, ha bizony a tablettás portal kinyúlt, vagy az ember piacon árulják már szegényt, tán elraboltatt a Terry Black a vőlegényt. De aki bújt, aki nem mire a nap fel kell, férjet kerítünk és a jány el kell. Jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Néhéged üt már loptam, de még nincsen cselló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Kiabálj már! Betépte meg az Albafest. Nagyon jó. Hello, love, love, bro, love, India. Most kicsit átmentünk ilyen beauty vloggerbe. Milano fővárosa. Párizs. Egy pont kellett volna. Vagy dehogy gyíkanak van lába, ez egy kukat. Szarvas kukat. Szedbusztok testvérek, itt vagyunk Eszeszón. Most, hogy mit láthatok, mindjárt kiderül. Méghozzá most meglátjátok outfites új játékot. Azért van rajtam ez a piros sapka, piros szemüveg, mert nem lehet ebből semmi üreg. Figyeljél rám, te is öreg, piros a szed, ami kell ide. Mindenki most jöjjön ide, ide. Piros, piros, vörös, red. Jaj, de jó, megetted. Igen, bizony, az a szed. Ott az Oreo! Nem vagyok egy pókember? Dépvezérel ezt írtam. Komolyan, magad? És hogyha valaki szeretne, akkor még mindig van lehetőség arra, hogy taggá váljatok. Tehát, bedugjátok valamibe. Aha. Ez valószínűleg könnyebben kilogikálható rész. Kijön, letol. Jó, hát ez ilyen halálmegvető dolog lesz, mert kint van, mint hogy mikor kéne csinálni. Ne kiabálj már! Ott egy játékos. Jövök veled! Nem jól van, hogy megyünk! Megvan! 1, 2, 3, 4, 5, 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
És most 42 percig ezt fogjuk csinálni. Mint a rákoscsú, olyan, mint a rákoscsú. Nem, hogy csapjálmájátok. Aha. Lábrom, India. Szarvas kukat. Szép délután kívánok mindenkinek, srácok. Itt is vagyok. Itt van velünk Gulyás Dóri, Lucakún,
Bányai Beatrix, Senki lánya, Mongufta fan vagyok, Zombie Brawl Stars, Boton Tiba, Boton Varga, Karolina Swordback, nézem is, Nikolett, Tidebear, Victoria, Juhász, Looting, Moon, Natasha, Esze, sziasztok! Gyorsan, röviden elmondom, mert látom meg az értetlenség és fejetlenség, bízom benne, hogy nem azért, mert nem tudtok olvasni, nem olvastátok el a leírás, pedig ott van kis kék fülbe rögzítve a cseten, hogy olvassátok el, nem vízből raktam ki. Zoltántól szia, mert nem fogom 5000-szer elmondani, ennyire egyszerű. Tehát, a mai nap folyamán lesz egy Battle Pass sorsolásunk, nem mondom meg, hogy mikor, ez lehet akár 10 perc múlva, de lehet este 8 óra 40-kor is, nyilván nem, mert addig nem tart a live, 8:30 körül zárom maximum, de nyilván majd meglátjuk, és köszönöm, akik elolvasták és tudtak olvasni, tehát ez még mindig csillagos ötös, tehát hogy oké, hogy mindjárt szünet van, olvasni ne felejtsünk el. Itt van Luca, pont írta, hello, pont végeztem videóvágás, Elmi, szuper vagy, milyen videót vágtál, és akkor mondom a szabályokat, gyerekek, akinek már van Battle Pass, ne jelentkezzen, mert felesleges, nincsen skin helyette, hanem gyakorlatilag csak olyanokon szeretnénk most úgymond segíteni és így ajándékban meglepni, aki nem vehette meg az első hét alatt a Battle Pass-t, vagy nincs lehetősége, hogy megkapja. Ha neked van Battle Pass-ed, örülj neki, játsz level 100-ig, de akkor nincs értelme részt venned a jelentkezésbe a sorsoláshoz. Gyakorlatilag, ha nem vagy a barátlistámon, de ezt el fogom 5000-szer mondani, mikor játszunk, hogy csak azok vehetnek részt, aki a barátlistámon is rajta van, mert a Nightbot-tal fogunk sorsolni, és a Nightbot kidobja, hogy Kis Pista, és Kis Pista nincs a listámon, újat sorsolunk, mert nincs a listán, tehát ergo nem Mongufta, ergo nem játszott velem, tehát nyilván akkor nem nyerhet, mert most ez még hangsúlyozom, hogy a Mongufták közt szeretném sorsolni, de ha ma valaki bejelöl, volt már ilyenre példa, jött mondjuk szeptember 8-án, bejelölt, játszottunk egy kört, azt megnyerte, na bum, akkor ő kapja, tehát hogy ennyire egyszerű, gyakorlatilag, és szokásos sorrend, azért elmondom ezt is, be kell írni mindenkinek a felhasználó nevét, aki szeretne játszani, fontos, hogy a barátlistáján vagyok-e, és hogyha igen, akkor chilling, akkor a modik összeírják a sorrendet, lehet, hogy várnod kell 2 órát, mert annyira jól játszunk, hogy gyakorlatilag annyi idő, míg lemegy a 2 meccs, akkor türelem. Röviden, és Instagramon osszátok, Mongufta Family Supporter Creator, Mongufta kötőjel Dave. Bejött ez a pakk, én meg is vettem, mondtam mindenkinek, ezzel fogunk játszani. Hogyha megveszitek és támogatni szeretnétek ingyen, mert gyakorlatilag ingyen, akkor ide beírjátok Item Shop Mongufta Dave. Volt is, aki használta, nagyon szépen köszönöm, és meg is osztotta Instagramon, én is megosztottam. Köszönöm szépen, szuperek vagytok. Gyakorlatilag röviden, tömören ennyi. Szia Noémi Kern és Anna Bátori, igen, ez a Fortnite-ról szól. Szép napot, csak akkor drága YouTube-ot nem értem, miért nem küldte el, köszöntem. Hagyjad Lili, mostanában a chat hülye, tehát nem ti, hanem a chat, tehát hogy itt volt Jana a tegnapi live-ban. Nálam az utolsó üzenet az volt mondjuk, hogy a medve megette a papucsom. Nála meg már az volt, hogy már rég kikakálta, tehát hogy így röviden. Szia szerelmem! Na, Bea, kérlek írd be ide nekem, hogy vagy pedig ne a modi chatben, hanem nekem priváton írd meg mindig, hogy kik jönnek, azt egyből látom, modiknek is írd be nyilván, de hogy írjátok, hogy az első csapat Pudinka 09, ott is van. Pudinka 09, Boss Karolina, és hang nélkül játszunk, srácok, majd lesz Fortnite barátokkal, akkor van hanggal. És kéne harmadik. Hát ha nem jön senki, akkor figyelj, gyere be a te harmadiknak, és mellette Lili addig aktívabban fog figyelni, meg te is, hát ki tudja. Valaki úgy nevezi a Fortnite-ot, hogy Fosnite. Figyelj, az SSO-t is hívták már Star Stable-nek, úgyhogy ennyi, kinek mi tetszik. Na nincs, az se baj, akkor nyitunk egy trióba, Bea, semmi baj, gyere nyugodtan, lép be. Sokan nem szeretik, de nem adnak neki egy esélyt. Sokan azt mondják, ez olyan, mint hogy például, sokan azt mondják, hogy mondjuk a kókuszos sütemény rossz. Akkor te nem eszel kókuszos süteményt, mert azt mondta mindenki, hogy rossz. De egyszer megkóstolod, azt mondod, hogy ez ízlik nekem. Akkor utána eszel kókuszos süteményt. Ma a hasonlatok embere vagyok, gyerekek! Trió, csapatjuk. Engem valamiért nem enged be a Forti, az Epic szarakodik. Frissítés, az volt bőven. Szia Zsillám, Katisza akar egy kis türelmet. Nyugodtan be, addig megyünk trióba, és becsatlakozol utána. Semmi baj, nem dől össze a világ.
jól érzi magát, az már nyugodtan dobhat egy lájkot. Olvassátok el a leírás, nagyon fontos, elmondtam az elején, de ki is van rakva. A kókuszos sütemény az jó, így van. Igen, kirázott a hideg, mitől babám? Na, láthatjátok, 16-os vagyok, ezt megígértem, tegnap elsütöttem egy poént a vendégemnek. Hát figyelj, ennyire beteg fejemmel tudok lenni, Dave, rendben, köszönöm. Köszönöm, Lili, és ha jobban leszel, folytatjuk a Minecraftot. Na, tegnap elsütöttem a barátomnak, aki itt volt velünk késő estig, hogy be fogom mondani. Mint láthatjátok, 16-os szintű lettem, nagyon sokat dolgoztam a szezonba, lett 3 vinem, gyakorlatilag így kisújból kiráztam az egészet, megcsináltam a heti küldetéseket, és egy válveregetést nekem, ja nem, a vendégem csinálta. Úgyhogy innen is köszönöm szépen Zsoltnak, hogy jelenleg itt tart a karakterem. És a 3 vint is. De ezt muszáj voltam elsütni, mert tegnap megígértem. És gyakorlatilag... Oh, jöttek új küldik! Ho-ho! Ho-ho! Ho-ho-ho! Én vagyok a Mikulás! De először ezt folytatjuk. Ja, ez nem az upgrade-olós. Várja, volt egy, ami holnapja, ez. Azt mondta, szálljunk le itt, és ezt csináljam meg magam, mert én is megtudom. Úgyhogy... Lili, neked szívecskét, gyógyuljon meg. Amúgy leírhatjátok, elmondhatjátok, 100-1000-szer leírást olvassák el úgyse. Figyelj, esküszöm, videót fogok csinálni belőle, Luca. Hey, inkognitóban voltam. Akarom mondani, ez a David össze-vissza beszél, ez egy klón, majd mindjárt kiküldöm és visszajön. Jó van, gazdám, megyek. Mondtam, mi az, hogy beülsz ide, te hülye klón, menjél innen dolgozni, majd most én játszok. Sziasztok, kedves nézők, én az igazi Dave vagyok, a másik egy klónom volt és hülyeségeket beszélt. Zsolt soha a büdös életben nem járt itt, nem is játszott az én Fortnite karakteremmel, nem tudom miket mondta, a sorsolás az valóban így volt, ahogy ő felvázolta. Na, a klón félretettük, és akkor mehetünk. Ez a szék volt, ide komolyan a szék fingik, na, hát. Majd ha egyszer eljöttek hozzám vendégségbe, akkor megfingatjátok. Muzsika! Na, nagyon szeretem ezt. Gyönyörűen nem ott szálltam, ahol akartam, de... A klónom elcseszte a leszállást, hát most na. Hol szálltam? Aha, jó, mindjárt ott vagyok, srácok. Szia, SSO Horsies, aki szerette jönni, akkor még mindig lesz hely. Így. Majd mindjárt visszaolvasok, srácok. Valaki azt hitt, amikor azt hitt, hogy 3 vined lett, már ott sántított az egész. No, hát mondjuk... Jó, hát ismertek. Amúgy egy vint tudok hozni, talán. Tudjátok, hozok én 3 vint, van 3 Kevin. De a második csapatban nyugodtan írjátok a neveket. Így van, ma dinnyét reggeliztek a csigáim, meg mi is! Valaki már nagyon háborúzik, úgyhogy jó lenne fegyót találnom. És ennyit erről, hogy nekiállok a küldetésnek. Nagyon jó. Valaki jelölje ki, amit én kijelöltem és elrontottam, köszönöm. Nagyon jó. Itt van lépcső? Hogy ne lenne? Hogy a viharban ne lenne lépcső? Hát mi az, hogy debled a lépcső? Szia, Lilla. Bár én nem látlak, de... Ja, de Lilla sáfrány, hogy ne látnálak? Szia. És mindenki nyugodtan írja le, hogy telt a napja, milyen volt a mai napotok. Elvileg sokaknak utolsó nap a suliba. Kezdődik a nyári szünet, a vakáció. És akkor küldetés. Hova kellett ezzel menni, várjál? Menjél föl? Ja, ez az, oda. Aha, jó, jó. Ti ügyesebbek vagytok, mint Dave, én meg már rohanok. Ajjajjaj! Rotálás! Úgy. Gyertek, lányok, ne féljetek! Úgy. Ott van! Jaj, de jó! Jaj, de finom! Hú, ez meleg volt. Úgy lennék újra sulis helyett, a jövő héten is vizsgázom. Hát sok sikert a vizsgát hozma volt.
évzáró, de vakációnak nem mondanám, még 50 óra közmunka. Hát ez ilyen. De nekem az nem volt, Janának már volt, nálunk még az nem volt divat. Ez amúgy, ezt gyönyörűen megoldottam, nem? De várjál, valahogy, hogy jutunk el oda, mert most sikeresen kéne egy kocsi, hogy oda menjünk. Vagy nem tudom. Látó akció van, nem vak. Igen, jó napod volt, örülök neki, Zsombi. Utána még, amit nem olvastam vissza, vagy írjátok újra, vagy visszafogom, de jó lenne, ha oda tudnék menni. Azért ez, figyelj, egyből három. Tehát, hogy nekem egész jó napom volt, ma három osztályfőnök jó órát tartottak, 2 órában megbeszéltük a fontos órát, 3-ban pedig elmentünk fagyizni. Na és kinek mi a kedvenc fagyi íze? Jó, mondom, hova megyünk, de... Jaj! Lehet, hogy nem így kellett volna. Zsolt, erősíts meg, nem jó helyre szállt, vagy de, vele kell beszélnem, nem? Valakit már leszettek? Vagy a vihar mi lett pudinkával? Jaj, mikor lesz nyári szünet, és Jana mondta, hogy soha. Hát igen, nekünk már nincs. Sajnos, vagy nem sajnos, mindenki eldöntheti magába. Várjál, ki kéne mentenünk. De várj, ennyi történjen, nem tudok menteni se. Mi lett pudinkával? Mini mongufta, csoki fagyit szereti. Nekem is volt olyan családtagom, aki csak a csoki fagyit ette mindig. Aha. Nagyon jó. Próbálok értetek jönni, amennyire tudok. Max, felszedlek. Nyugi. Jön Dave és felszed. Aztán az, hogy hol élesztelek újra, az már egy másik kérdés. Hali, Zoltán, Vanília és Málna egybe finom. Lecsúsztam, semmi baj. Megesik az ilyen. Majd valahogy mindjárt visszahozunk, nyugi. Hogy kontrollerrel nyomod? Ezzel szeretek játszani, de már kb. Egy másfél éve, Zsombor, le vagy maradva. Gyümölcsízéket, a csoki málna fagyit szeretem, kedvencem, a cukrászdában van málnás rizses fagyi, viszont a meccsek közben nem mindig tudok figyelni a chatre, ezt értsétek meg, majd utána úgyis olvasok, addig meg Jana is itt van velünk, és ő is kommunikál helyettem is. Igen. Tudod, Zsombor, a szokásos menetet, már régóta nézel minket, de a leírásban is ott van, hogy miként tudsz majd jönni. Ezt tényleg azt szeretném, hogy tanuljuk meg, srácok. Tehát, hogy azért nem egy matematikai példát kell megtanulni, hanem gyakorlatilag az, hogy miként tudtok velem jönni, és ez nem olyan bonyolult. Szerintem. Ha meg mégis, akkor sajnálom. Jó. Innen föl kéne nekünk menni? Nagyon? Hát szerintem igen. És akkor a modik írják Lilla Sáfrányt is, mert írta a nevét, köszönöm. Meg akkor Bea, majd te is írd meg, hogy akkor a kövibe tudsz-e jönni, és akkor squadba folytatjuk, és most ez a lányokkal egy ilyen bemelegítő trió volt. Oké, okay. Mikor Bulgáriában nyaraltunk, ott volt nagyon finom fagyi, nagy adagot adtak, meg ugye az ízés isteni. Olaszországban is ugyanez, Luca. Akkora adagot adtak, alig bírtam megenni. Hali Balázs. Amúgy én is úgy vagyok, hogy amikor olyan fagyit ettem, amit így kiszednek kehelybe, ilyen üvegkehelybe leülve, szeretem, de töltséresben nem szeretek annyira sok gombócot enni, nem tudom. Az úgy olyan más. Ezt lehet, hogy csak én vagyok túl izé. De hogy úgy... Jó, mindjárt újraélesztünk. Most nem ládázok semmit. Jó, hia vagy, Dév. Jövök éleszteni, nyugi, és örülnék, hogyha Boss Karolina a közelembe érnél. Hogy tudjunk jól haladni. És akkor pudinka készülj a visszajövetelre. Addig is elmondom, 1192 forintba kerül ez a skin gyakorlatilag.
kapsz mellé 600 V-buckot, nem is kell feladatot csinálnod, hanem alapjáraton megkapod, és szerintem nagyon megéri, ha pedig szeretnél támogatni, és úgy veszed meg, akkor support a creator-t ellenőriz, hogy be van-e írva, hogy Mongufta kötőjel Dave csupa nagybetűvel, támogatni pedig a live-on belül szuperchattel, szupermatricával és tagsággal is tudtok. Ezeket azért elmondom, a kötelező köröket. Na! Ciao Krisztián, leírásban van, hogy miként lehet jönni, ha új vagy a csatornán, ha pedig régebbi nézem, akkor tudod. És az újaknak mondom, nem vagyok profi, hobbi szinten szeretek játszani, messze-messze nem vagyok jó. De azért játszok, mert szeretem a játékot. Én azt mondom, nem is kell mindenbe profinak lenni, hogyha élvezed, amit csinálsz, akkor már megéri. Gyűjtjük az aranyat, mert most már csomó mindent lehet megint venni belőle. Kicsit menjünk beljebb, mindenféleképp. Azt vedd fel, hogyha akarod, nem szeretem. Amúgy én kimennék Olaszországba, milyen jó lenne, találkozhatnék Maneskin együttessel. Akarom mondani, finom pizza, finom pizza. Milyen együttes az, Luca? Én nem ismerem. Majd gyertek, lányok. André! Akkor téged írt a Zsolt. Valamit írt róla, csak éppen akkor mentettem, vagy rohantam. Mindjárt visszapörgetek. Aztán minden jó lesz, akkor itt van, igen, igen. André annyira ráér, itt nézi a live-ot, én meg dolgozgatok. Ne, André, hát ez milyen bunka? Mondjuk, ha ketten vagyunk a kollégámmal, én is szeretem ezt a módszert választani, és a kollégám viszi a piszkos munkát. És fontos, hogy jelöljön be babám. Az egy dolog, hogy beírja a nevét, hogyha nem vagyok az ismerős, nincs az ismerőseim között, akkor szintén nem tud velem játszani. És majd a Battle Pass-nél is fontos, hogy hogy barátlistámon rajta kell, hogy legyen a live alatt, mindenkit visszaigazolok a sorsolásig, nem kell aggódni. Csak akkor be kell jelölni, és ha valakinek van Battle Pass-a, akkor az nyilván felesleges, hogy jelentkezzen, ez is ott van a leírásban. És az majd random lesz, hogy mikor sorsolunk, és ott el fogom mondani, hogy mi hogyan fog működni. Annyit azért hozzáteszek, hogy félig meddig tőlem kapjátok, de egy felajánlásból lesz a Battle Pass, úgyhogy nem csak engem kell majd bejelölni, hanem azt is, akitől kapjátok, de ezt majd csak annak az egy embernek kell bejelölni, aki megnyeri. Battle Pass, azaz, mint a fociba tört passzónak. Rock együttes, pár nap alatt beleszerettem. Na, a kedvenc dalot küld át, Luca, meghallgatom majd. Küld át, válasz ki egy darab dalt. Oké, Krisztián, bár nem jött jelölés, lehet, hogy csúszik. Hoppá! Gyertek, gyertek, lányok, lőttek, lőttek, lőttek. Ott jönnek. Kapta! Szép, 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 nagyon jó. Gyertek be, ne menjetek arra, gyertek be a körbe, gyerünk befelé. Tényleg ne spammeljetek, köszi. Hú, de leszette a shieldet, nem baj. Több is veszett mohácsnak. Hú, én sem szeretem a rockot, de van egy együttes, a Neurosonic, amit azért szerettem meg, mert a fiú, akivel szerelmes voltam, szerette. Hát vannak ilyen együttesek meg csapatok. Itt már maradjunk, ott lőttek, gyertek, gyertek! Vigyázzatok! Új, 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 új! Megvan! Easy! Ott a sniper. Azt elvetted? Hát ha tudsz vele célozni, vedd. Heten vannak rajtunk kívül, mint a gonoszok, vagy a hétfő bűn.
Hát nem úgy, hogy a hétfő bűn. Mikor kezdted? Gyakorlatilag nem az a kérdés, mikor kezdtem, mikor játszottam, viccelek csak. Hát, amikor benn voltak a Star Wars-os fénykardok. Most ez igen, igen, hát így, ja. Másfél éve, talán. De nagyon keveset játszottam, aztán utána még kevesebbet. Hoho. Hohoho. Az boss, nyugi! Le kéne szedni, hogy ne öljön meg minket. Basszus! Sniperrel van valamelyik. Vagy, aha, ezek nem, igen, hátunk mögött, semmi. Szerintem chapter 2. Ötödikek lettünk, se baj. Szép volt az éj. Ezt most én is benéztem. Akkor most Bea, te jössz negyediknek, és utána az új csapat, ugye nagyjából úgy beszéltünk, ugye? Hali S, és mindenkit üdvözlök. Jó. Azért mondom, hogy úgy beszéltük a kezdést. Bea, itt vagy? Mármint, hogy Beatrice, vagy mit keresek, ugye? Beatrice, nem? Igen, van valóban friend. Legendás noob néven. Mondtam, visszaigazolok én. Bea nem lát, ott vagy. Meg is van. Addig is, itt a mai item shop, srácok, van bőven cucc benne. Érdemes átnézni. Rendben van, babám, azt írd fel, mert most még ezzel megyünk, így a squaddal mehetünk is. Mikor észrevettem, hogy online vagy Fortnite-on egyből jöttem, és YouTube-on megnézni, hogy live-olsz. Igen, Lilla Sáfra, most lesz a héten kettő is. Szia, John! Oké, rendben, babám, küldd át nekem priváton is, mert el fogom felejteni. És nem akarok hülyeséget. Közben kaptam egy érdekes üzenetet, egy gyors kérdés. Bocsánat, csak... Babám, az is jó, de el fogom addig felejteni, akkor majd mindig akkor írt be éppen. Látom, lesz majd még jelölés. Csak szét vagyok még egyelőre. Aha. Ott a hegyen kell beszélni. Nagyon az elején szállunk. De mit írt? Itt fogom írni. Ja, írd nyugodtan, jó, jó, jó. Hogy most megsértöltél? Most nem értem. Igen, Krisztián, mivel a feleségem, nyugodtan hívhat így. Na, várjál. Itt kihez kell jönni? Mármint, hogy a házba van? Akkor csak a házba. Vagy nem. Hát itt várjál. Istenem, de el vagyok szokva a Fortnite-tól. Itt most... A Bunker Jonesy vagy kivel kéne beszélni, de nem is látom.
Sorry, hogyha hirtelen nem látok üzeneteket, mostanában nem mindig jelzi ki. Valaki tudja, hogy hol van? Mert most Luca üzenete óta nem ért semmi, amit kicsit kétlek. Rá kell frissítenem, de folyton nem tudok frissíteni. Mondom én, hogy szar a YouTube-nak a reakció cucca. Ez így gyönyörű lesz. Hány kört megyek? Kettőt. Egy sima, egy visszavágó. Tehenek, azaz tehenek. Hát itt se látom ezt a Jonesit. Vagy lehet, hogy nem mindig van itt. Vagy amit jelöltetek, ott lesz lent. Hú, nagyon sok mindenről maradtál le, hallom. De amúgy nem. Ott most a semmibe? Jó, lemegyünk mi oda. Ja igen, láttam az újított Silver Glade-et, nem rossz. Ezt szét kell verni, tudom, ezt közösen kell, gyertek. Ja, hogy messze vagytok. Elvileg arra a részre kell ütnem, mikor látom, hogy jelzi, de mire ideértek. Szerinted érdemes várni a kövi hónap krúpekre, vagy a mostanit érdemesebb? Ha tetszik a mostani, érdemes megvenni, és úgyis megkapod a kövit is, mivel hogy nem elsőjén veszed, abban már benne van kb. Akkor kell ütni elvileg, amikor valakinek látod, hogy megjelenik, ne csak random. Na. Igazából egyszer törtünk ilyet live-on kívül. Hát itt semmit nem látok. Aha. Ott van. Meg volt. Ne üssétek csak úgy random, csak hogyha írja azt a cuccot, nem? Jól mondom. Szia, potátó! Ott van. Most ott a chest. Oda nézd, de jó. Királyak vagytok, srácok. De várjál, nekem nem kell ennyi izé... Ezt viheted? És valahogy innen kéne majd szépen felmenni. És ezt a Bones ügynököt nem találtam meg. Hát majd máskor. Vagy majd, hogyha csatlakozik Zsolt este, akkor meg tudja mutatni nekem lehet. Oly, de szar. Nem frissül a chat, srácok. Én meg nem tudom játék közben folyamatosan nyomogatni. Nagyon-nagyon sokat fog segíteni az új monitor, ha azon kijelzi a chatet. És fergeteges, hogy nem tudok felmenni. Nem tudok építeni kontrollerre, úgyhogy így nyom... Na. Az így vicces, hogy... Mindent vegyesbe játszunk. Így már jó. A nagy szart jó! Hú, gyerekek, nem hittem volna, hogy egyikünk se tud a négyből építeni. Kellemetlen. Nem baj, még egyszer nekifutunk. Basszus kulcs, hát... Hallod? Komolyan. Egyelőre nem érzem a csapatmunka szellemét, de majd reméljük belerázódunk. Halli, Death Lord. Menjünk beljebb, srácok, jó? Egyébként azt mondtam észre, le van véve a Shadow a játékba, sokkal te jobb látni az enemiket. Aha. Jó. Köszi a tippet. Beprinskinelem, és majd legközelebbre megnézem úgyis. Amondó vagyok, hogy kicsit fel kéne pörgetni a csetet. Úgy sem bírom olvasni, de attól írhatjátok. Szia, Daniel. Legalább megmaradt a csirke. Ha már kivették az íjakat, én az íjakat sajnáltam, hogy elvették. Igen, a spam az nem jó, Luca. Ajtót nyitogatok.
Kókusz. Ja, de tele vagyok, mondom, hát most minek kéne a kókusz. Hogy telt a napom? Jól, videó ötleteket írtam össze, aztán genshineztem, válaszoltam pár levélre. Mit csináltam még? Meg Janával voltam reggel, úgyhogy nem kellett egyből korán elmenni, az nagyon jó volt, feltöltött, sok energiát adott, úgyhogy... A csirkével, babám, hogyha rákapaszkodsz, tudsz vele repülni. Csókolom. Na, mondom, is vedd fel. El vagyok szokva Genshin óta az irányítással, és ugyanúgy akarom irányítani, mint a Genshin. Pudinka, apró megjegyzés. Vagy aki kocsival volt, össze kéne szedni a csapatot és úgy menni. Nem tudom, Bea vagy Pudinka ment előre, ha nem te voltál, akkor nem neked szólt. De hogy azt érzem, hogy mindenki el van a maga módján, és nincs csapatmunka. Ez az én hibám is, mert nem jól vezetem jelenleg a csapatot. De azért bízom benne, hogy próbáljunk egy kicsit összhangba játszani, jó? Mert így nagyon gyorsan végünk lesz. Ezt most megmondom. Szia, Dóra! Én most lefrissítem telefonra, YouTube-ot, remélem jobb lesz. Hát az a baj, Viki, hogy nem csak azon múlik, nekem is rohadt szar a cseg. Egy jó csapat és egybe mentek figyelve mindenkire. Hát úgy szoktunk, tehát hogyha Zsolt, Hanna, meg kikkel szoktam még játszani. Dalmával is szoktam, Fannival is, meg Andréval is, akkor tök jól haladunk meg minden, de így, hogy konkrétan mondok valamit, és ugyanúgy mennek tovább, és se kocsi, se semmi, így hiába próbálom irányítani a csapatot. Hogy tetszik eddig a Fortnite season? Hogy látod? Eddig milyen volt a kedvenc? Melyik volt a kedvenc? Ó, jó kérdések! Eddig nem tetszik. Én nyíltan megmondom, a tetszik, nem tetszik. Nagyon szerettem a vizes, amikor víz lepte el az egészet, és bejöttek először a cápák. Én azt nagyon szerettem és adtam. Aztán szerettem a mídászost, azzal se volt nagy bajom, igazából. Ez még egyelőre, hogy űrhajók, meg minden, mindenhol, ez még nem bejövős nálam, de figyelj, gyakorlatilag amit láttam, az nem sok, tehát én live-on kívül kb. Egy 5-6 meccset játszottam, meg Bogival is csapatba szoktunk, tehát hogy 5-6 meccset játszottam, abból nem sokat láttam. Ez alapján még igazából nem is tudok biztos véleményt mondani, meg nem is akarok. Nekem az UFO, meg egy-két új fegyver túl erős, de kinek mi. Viszont jobban tetszik, mint a szuperhősös évad volt. Azt már most leszögezem. Az előző jobban tetszett, a Tomb Raider-es, az íjas, a kraftolós, az erre menjünk, arra menjünk, szelídítsünk állatot, az jobban tetszett, meg az íjak. Ennél jobban tetszett, de ezt egy hét alatt nem tudok, nincs értelme nagyon véleményt mondani, majd mondjuk olyan 3 hét múlva lesz értelme véleményt mondani. Jelenleg így állok vele, hogy nem tetszik. Látod a mostani? Igen, igen, láttam. Szerinted milyen ötlet berakni SSO videó végére bakikat? Jó! Én mindig szeretem akármilyen videóba a bakikat, mert szórakoztató. Néha szórakoztatóbb, mint a videó. Ezt magamnál is észrevettem. Gyakorlatilag. És még most ezt ne vegyétek el, csak felupgrade-olom, mert kell a feladat. Oké. Nagyon jó. Hú, ez kicsit hangos, srácok. Az íjakat, tehát mire tényleg megkedveltette velem a játék, meg úgy minden, addigra pont kivették. És kinek melyik volt a kedvenc szezonja eddig? Hát, ha volt olyan, amit én is ismerek, és akkor leírjátok, azt eszembe jut. Ajjajjaj, futás, futi. Szerinted mennyi jövője van még a BR módnak? Leírod kifejtve, mert a BR rövidítés nekem semmit nem mond. Fortnite szerinted meddig fog még piacon maradni, és meddig lehet beleölni contentet?
Figyelj, jelenleg olvastam ilyen gamer statisztikákat, vagy ilyen a lead.hu meg hasonlók. Én azt olvastam, hogy talán a Fortnite jelenleg jobban áll, mint a PUBG, és, vagy mint a COD, aztán nem biztos, én csak azt a cikk alapján tudom mondani. Battle Royale, köszönöm John. Tehát én azt mondom, hogyha jó irányba halad, és mondjuk figyelnek arra, hogy a nézőknek mi tetszik, mi nem, akkor még egy jó pár évet én látok a Fortnite-ba. Legalábbis én úgy gondolom, hogy még egy 2-3 év, biztos. A Fall Guys-ról már ezt nem mondanám el, ott most én például meguntam a mostani szezont, várom az új szezon, de hát az nem is Battle Royale lényegében. Igen, úgy már meg lett, szuper hőszös szezon volt, pusztulás előtt volt minden, igen, emlékszek. Meg ott jött be a Mandalorian, a területek, például a Colosseum, dizájnba tetszett, de ó, mi lett, várjál, valami lett a pudinkába, megölték. Hát azért már nem tudunk sajnos visszamenni, nagyon lemaradt, úgyhogy gyertek előre. Eper szezon, ne, ez fájt Lilla. Nagyon fájt. Azt ha most oda megyek, akkor tudja, hogy valaki fejbe sznájpol. Megérzés. Ne legyen igazam, srácok, de ide jövök, kinyitom és BAM! Ilyenem már volt. Elviheted, vedd fel, valaki vegye fel a jó fegyvert. Vegyétek fel. Meg a shieldet is. Szia, ingyenes, és le lehet az Epic Games-en keresztül ingyenesen tölteni PC-re. Így van. Akkor várjál, tudod mit? Felveszem én, hogy ne vegye fel ellenfél. Csak azért. A lilát. Várjál. N betű, azzal rakom le ezt. Így, hogyha menni kell, akkor innen el tudunk suhanni, jó? Új építési trükköket. Na, Zsombor, kíváncsi lennék, hogy milyen. Viszont most mennem kell, lehet jövök még, rendben van, Luca, várunk vissza. És közben, aki jól érzi magát, dobjon egy hatalmas lájkot, és ne felejtjétek támogatni Supercsat, Supermatizet tagsággal. Tudtok, ott egy láma, de... ott meg az emberek fájtolnak. Óvatosan, srácok. Ja, nem láma, semmi. Lámának néztem a növényt. Engedd el. Rájuk menjünk, lányok? Vagy hát még sokan vannak. Hulk becsapta a lájkot. Kicsit innen jobban átlátunk. Mondjuk... Ott jönnek srácok hátul! Kocsival. Valakinek van snipe-ja? Leszedhetné őket. Ott fájtolnak. Basszus! Ott van fönn a fán, bemért engem! Jesus Christ! Ez a bemérős új fegyver, ez valami über brutál konkrétan, és azt hallottam, hogy átlő nagyon sok mindenen, úgyhogy próbáljunk beljebb menni szerintem. Gyertek! Ott! Basszus! Leszedtek! Nagyon jó. Miért vannak ezek négyen? Ja, mi is annyian voltunk, semmi. Ismét ötödik hely, nem baj, szép volt, GG. Dave, képzel, tegnap előtt játszottam egy meccset, és ketten voltunk egy gyerekkel, mentem dropra, kinyitottam, erre elkaptam egy fejes sniperrel, és megnyerte a gyerek, szomorú. Nyernél egy meccset szülinapi ajándékén? Ma van a szülinapod, John? Ezek erősek, majdnem chicken dinner lett. Ja! Ma van a szülinapod? Közben kaptunk ilyet. Én se vagyok pro. És nem is elvárás, hogy prókkal játszok. Hát nézőkkel játszok, Krisztián. Na, akkor új csapat. Babám, kik jönnek? Közben visszaigazolok, ahogy mondtam is.
Na, akkor szóljon egy szívecske Johnnak, Isten éltessen sokáig, de nem ígérhetek meg semmit. Kik voltak a következő csapat? Kérem szépen. Addig ne feledjétek, Item Shop gyakorlatilag, Support a Creator, Mongufta kötőjel, Dave, és ha bármit vásároltok magatoknak vagy ajándékba, akkor használjátok. Köszi, köszi. Júli 7-én ajánlom, hogy live legyen, Bontós fiát majd. Nem tudom, hogy 7-én még dolgozok-e, vagy nem, ez azon is függ gyakorlatilag. Babám, elküldöd? Igen, igen, Krisztián, ő a feleségem. Neki is van egy YouTube csatornája, aki nem ismerné, iratkozzon fel, hogyha tetszik, amit gyárt, nézzétek szét nála. Facebookon. Előbb nem azt mondtad, hogy mégis itt fogod? Jó, akkor nézem a Messengert egy pillanat. Oké, okay. Látom, nyugi. Mennyivel jobb lesz pár nap múlva, lesz második monitor? X-Lilla... Kereslek. Ez kérdés, hogy találok-e. Ott vagy. Dread Popcorn és a legendás Noob fog következni. Azt tudom, hogy visszajelöltem a legendás noobot, de ott van. Ott van. És közben van még egy jelölés, okés. Elment a hang. Jó, meg is jöttetek, királyság. Csötes. Ciao, szia. Tudod, most némítunk, de üdv. Majd amikor külön játék barátokkal, ott úgy van, hogy Instagramon Mongufta Family néven találtok meg, ott megbeszéljük, és akkor van hang is, és akkor ott úgy szoktunk játszani. Na! És akkor tudjátok, két kör veletek is, aztán új csapat, hogyha lesz. 07.30-án van a szülinapom. Hát akkor itt sok szülinap lesz a közeljövőben. És köszönöm szerelmem, hogy elküldted. Szia! Es csülök, mi újság, milyen napod volt? Instagramon is tudjátok, már jelöljétek. De, filter nélkül jön a... Nincs két feleségem. Tehát, hogy ezt az Interact with Bunker Jones-it, ezt nem találom, menjünk rá addig a másik küldetésre. Search chest, vagy itt. Gyerünk Lazy-be keresni a chestet. Lazy. Csak dévés a jel... Istenem, komolyan vissza kell szoknom, hogy jelölök. Szia Tifi, mi újság? Jobban vagy-e már? Mert múltkor beteg voltál. Mi újság, meséljél, remélem jobban vagy. Próbáljunk együtt maradni, én próbálok rátok is figyelni, srácok, ti is figyeljetek rám, köszönöm. Ja igen, tegnap tanultam, folyamatosan lefele zuhansz, és a végén zuhansz, vagy állítod át oda, ahova mész. Így valahogy. Hát... Meglátjuk. Hú, jaj, mennyien jönnek! Úgy látom, a benzinkút se lesz üres. Húj. Dév, ez az enyém gyorsan. Ott a popcorn, már mint a dread. Kicsit sokan jöttek. Mindjárt ráfrissítek a chatre, mert eléggé nehéz elhinni, hogy egy szót nem írt Tifi azóta, hogy itt van. Azoknak mondom, akik nem értenék, napok óta nem jó a YouTube-on a chat, tehát gyakorlatilag... Új.
gyakorlatilag olyan hibákat csinál, hogy nem tölti be, hogyha valaki ír valamit. És így nehéz olvasni, hogyha nem tölt be semmit. Jesus, mi van itt, hallod? Ez nagyon durca, mennyien vagyunk. Hallod? Rendesen be vagyok pánikóba. Szedjék őket. Ajajaj, basszus kulcs! Jó, most lesz időm befrissíteni a chatet, mert azóta se jött egy üzenet se. Ó, igen, hát de rengeteg üzenet jött azóta. Valaki majd szedjen fel, please. Ha tud. Addig olvasok. Mi van, ha nem írogattam? Misty Neolc alatt van egy fehér folt, na és arra lesz egy fehér tábla, UFO-s képek lesznek rajta egy ház felső részen. Ez micsoda, babám? Ezt elszúrtam. Semmi baj, én is. Te már ismersz, hogy szó... Hát ugye jó. Szia, Alice! Hogy vagy? Azért kérdeztem YouTube-os dolgot, mert nem szeretem, hogy egyik kedves YouTube-os csatim elhalna, akkor mérges lennék. Ja, olyan, aki csak Fortnite-tal foglalkozik például. Oké, jó tanulást, Emi. És köszi, hogy itt voltál. Daisy, Krelláv, üdvözletem. Úgyhogy ne aggódj, Lila, én is elrontottam. Ha tudsz, akkor rebootolj minket, kérlek, legendás noob. Köszönjük szépen. Úgyhogy többször kell befrissítenem. És Instagramon osszátok meg, hogy indult a live. Köszi szépen. Én is próbálkozok, csak a telefonom is hébe-hóba fagyogat. Mongufta Family Fan meg is osztotta, hogy indult a live, és azt is, hogy a leírás is jó, hogyha elolvassuk. Köszi szépen. Illetve Bea is megosztotta, még mikor, de most volt időm, hogy kiposztoljam. És már is frissítem be a YouTube-ot. Gyakorlatilag. Mire jövök vissza? Oh my Jesus! Hia! Hiya! Vagy férfiosan HIA! 1000 forintos szuperchattel, matricával, bocsánat, érkezett azaz el, köszönöm szépen a támogatásod. Amúgy ez a gyerek most only one van tolja. Hát én is bíztam benne, hogy felgyógyít minket, ha nem, akkor a csapatunk az nem az erőssége. Nemrég értem haza, borzasztó volt, megadtam az esélyt, hogy játszunk, látod. Nem értem haza, borzasztó volt, még egyszer, nemrég értem haza, borzasztó volt, előző hetem, most van egy-kettő napom összeszedni magam. Szuper vagy, Alice, pihenj egy nagyot. Képzeld, lehet névnapomra kaphatok tagságot. Mikor lesz a névnapod, est külön, és előre is boldog névnapot, és tök jó, hogy szeretnél támogatni előre, és köszönjük. Rég játszottam másodszor egy meccset, hát elszoktam tőle én is. Úgyhogy figyeljetek, nagyon egyszerű, noob, kérlek, majd gyógyíts fel minket. Miért? Mit csináltam? Hogy érted az az ellen, mit csináltál? Jól vagyunk, köszönöm. Ja, te is Eszti vagy, jó.
Ja, már halottak vagyunk. Á, értem, semmi. Jó, jó, jó. Hát például akkor hozzá le Vinre, megnézzük mit tud. Szurkolunk neki. Visszavágóban megpróbálunk aktívan megmaradni. Addig figyelj, mindig azt mondom, ha valaki jobban játszik, mint én szívesen megnézem, mert lehet tőle tanulni. Nem? Hát de. Oda néz. Mennyire tudsz építeni? Előbb írtam, de nem olvastad. Nem minden jön át, Tifi. Szóval már semmi bajom az oltás után. Szuper. Meg hát a csapatmunka nem igazán megy nekem se. Majd fél lila, hogyha úgy van, gyakorlunk, és akkor valamelyik Fortnite barátokba már addig feledzzük magunkat. Holnap kezdem a Crest. Ezeknek a fele nem jött át, mert sajnos nagyon szar a YouTube chat egy 5 napja. Remélem, hogy majd update-tel felülírják. Kb. 5-6 napja alig jelenik meg néhány üzenet, és nem is mind. Erre jó példa volt tegnap, hogy amit mondtam az elején, hogy Jana itt ült mellettem, neki már 80 ezer üzenet volt, nekem meg 4. Úgyhogy konkrétan megvan hűvel jelenleg a rendszer. Új rángása van a gyereknek. Viccelek csak. Hát, még a live után, mire jön a hazajön, én is egy nagyon minimális rendet kell még javítanom. Én épp videót töltök YouTube-ra. Na, azazzel kíváncsi leszek, hogy milyen videót majd megnézem. Lehet, hogy csak hónap munka közben, de majd megnézem. Nem baj? Ja, Tifi, és akkor jó indok rám fogni, hogy miattam nem lett rend. Végül is logikus lenne. Amúgy engem még az idegesít, hogy van egy űrhajó, mi azzal is lőnek, ha meghalsz konkrét. Igen, az űrhajó az szerintem nagyon-nagyon túl pro dolog most a játékba. Mondjuk annak örülök, hogy a snipert önmagába visszahozták. Kicsit, hogy kinek mi tetszik a szezonban, vagy mi nem. De csak ma nem dolgozok, szóval meg kéne csinálni. Hát akkor figyelj, dobd össze a lakást, és várunk vissza, én még tartani fogom a live-ot. Vagy csak a szobát, biztos nem a lakás, bocsi. A snipernek örülök, az űrhajónak nem, annak se, hogy kivették az íjakat. Hát igen, ezzel egyetértek én is. Viszontok a futó lámához, hogy csomó cuccot dobál, közben rohan, meg kell ölni a lámát. De elvileg vannak taktikák, hogyha horgászbottal, rádobsz egy horgászbottal, akkor beszédül a láma. Ezt nem tudom, tudtátok-e. 10 perces rendrakás. Ja, de nem 10 perc, hanem 2 órás. Én mindig hallgatom, és minden földön van, már lépni se bírok. Jaj, halogatod. Én is ezt csináltam, ma így nőttem fel, Tifi, pacsi, virtuális pacsi. Engem a kollega újrángása idegesít, de... De majd meglátjuk, meglátjuk. Nem az a lényeg, hogy lehozza Elvinre, vagy nem. Hanem a csapat munka az úgy nulla volt, hogy nem hozott vissza. Meglátjuk, lejátszuk a második kört, mert nem vagyok szemét, hogy azt mondom, hogy nem játszom le. De nem szeretem, hogyha valaki arra próbálja verni magát, hogy ő profi. Valaki kilépett, igen. Jól látod. Megunta nézni. Aha, sokat cségózik. Hát lehet. A Yu-Gi-Oh-sok közt is volt ilyen srácok, versenyen voltunk élőben, és a gyerek végig a pakli, vagy a kezében lévő lapokat így össze-vissza lőtte, meg dobálta, meg kevergette, meg minden, nem bírt megállni, de állandóan mozognia kellett a kezének. Ott is a falra másztam tőle. Tehát amíg én gondolkoztam, addig ő így 8000-szer átkeverte a 6 darab lapot. Babám, te biztos emlékszel rá. Fú, de irritált.
Ja, igen, igen, egyetértünk, Zsombor. Tehát azért mondom, hogy én mindig őszinte vagyok. Lehet valaki pró alázattal, de hogyha valaki csak menőzni akar látványosságból, azt én se szeretem. Jó kis Blue Eyes White Dragon, azaz. White, bocsánat. Mert Zsombor, tudom, hogy te is le tudsz hozni egy meccset, mégse így játszod. Nyílt titokot, Zsombor profi szinten játszik, csak most pont meghalt. Nagyon egyszerű, mindig el kell pakolnod magad után, amikor használsz valamit, és akkor ha minden egyből elteszel, akkor nem kell sokat pakolnod összegességben, így a Tifi. Az a legendás Noob nevű nézőnket nézzük. Mert mi már meghaltunk az elején. Mondjuk nem értem, hogy az véget lépett be, mert menőzön, csak most szándékosan elkúrni a játékot, már elnézést Mediktól. Megértem Deathlord a hozzáállásod, látod, hogy vannak nézők, akiknek nem tetszik. Én is elmondtam a véleményemet. Legenda lesz, figyelj, ahogy Zsombor mondja. És Zsombor és Lilla cél, következőleg ne halljunk meg, hogy ne csak őt nézzük, jó? Fogjunk össze. Mert azt látjuk, hogy ő tud. Ez nyílt titok. Mondjuk ahhoz képest level 21. Nem, lehet, hogy még a szezonban nem játszott sokat. A váltsát, Zsombor, olyan üzemmódba, és ha meghalok, szedj fel. Meg Lillát is kérlek. Nekem sem ment, de most Viszkok Fruzsi hatására elkezdtem, és nem olyan nehéz, mint gondolná az ember. Én is el fogom olvasni a Viszkok Fruzsi könyvet, és utána belekezdek. Tényleg, Tifi, te elolvastad? Mert tudom, hogy te is megvetted. De addig tudunk beszélgetni, srácok, ha végig én játszanék, nem tudnék így olvasni csetet. Na, én biztosra mondom, hogy igyekeznék csapatban dolgozni veletek, mert amúgy csapatjátékos vagyok. Rendben van, este is jöhetsz majd a nap folyamán. Rosszházra mentem, mert pont olyan helyre mentem, ahová ment az egész csapat, ezért haltam, mert... De próbálok összefogni. Rendben, nem kell magyarázkodni, Lila, én is elcsesztem. De akkor ne olyan helyre menjünk, hogy 50-en jönnek. Jó, Zsombor, úgy jelölöm, hogy a vége fele nyugi. De hogy pár lapot matek óra alatt, de nincs annyi idő, annyit dolgozok. Ja, nincs időd. Ó, értem. Én majd holnap viszem be munkahelyre, és akkor te elkezdem olvasni. Pár nap alatt 400 oldalas könyvet Pacsi Janával virtuálisan es, ő is ilyen. Köszönöm, babám, amit beírtad, ezért fel is olvasom. Figyelem, csak azért játszani, aki Dave barátja Fortnite-on. Szeretnél játszani, írd meg a Fortnite neved, amikor a lobbyban vagyunk. Lehet, hogy soká kerül sorra, kérlek, légy türelemmel. Köszi, köszi. Jó, ez szép volt. Elismerem azt is, ha valami szép, ez szépen leszette. Mindig egy kicsit olvas lefekvés előtt. Nekem a kötelező olvasmányoknál tanácsolta ezt az egyik magyar tanárom, hogy igazából gyorsabban haladsz a nyáron, ha belövöd, hogy mondjuk napi 10 oldalt szeretni elolvasni, és annyi. Na jó, attól is függ, hogy milyen könyv. Nyilván, én az Egri csillagokat szarrá untam. Ehhez képest mondjuk a Tartüffet elolvastam, Antigonét szerettem, bármi meglepő. Kőszívű ember fiaitól falra másztam, a Pál utcai fiúkat nagyon szerettem. Írtam már, hogy 50. plazmaadáson vagyok, túl plusz okleveles véradó vagyok. Nem! 50-re kaptam egy bronzérmet, Lukács Szentjénével. Hát, nagyon szép cselekedet, és gratulálunk, Deathlord. Szép dolog. Ha jól sejtem, az alapján, hogy azt mondtad, hogy ma is jöhetek, akkor kéne futtatnom a Fortit. Aha. Örülnék neki. Antigonét én is imádom. Én szerettem. Nekem nem volt semmi bajom vele. A Rómeós Júliát is szerettem. Nekünk most a kötelező az Egri csillagok lesz. Azt én filmben néztem, elismerem. Ó, nem lett win. De azért ügyes voltál.
Ezt félig ironikusan mondtam. Zsombor, gyere és akkor toljuk meg a visszavágót. Mehetünk is. Akkor azt, igen, átjövök telóra, meg futtatom gyorsban. Nyugodtan, és akkor utána írd a neved, és a modik felírna. Az, amikor nem kapik a lók Antigonéig. Ne! Nekünk most nincs kötelező, érdekes. Na, mentem rendezni, jó rendrakást tippel, aki pedig jól érzi magát, nyugodtan dobjon egy hatalmas lájkot. Köszi, köszi. És jó rendrakás. Karib-tenger kalóza című filmet. Képzeljétek, én abból csak a részleteket láttam, nekiálltunk Janával egyszer és félbehagytuk. És ahogy én abból csak ilyen nagyon részleteket láttam, az egész filmet nem. Valamikor pótolni kéne azt is, mert bepótoltunk egy csomó minden Star Wars-t, izét néztünk, mit, Alkonyatot újra néztük részeit, Gyűrűkurát elkezdtük, de azt se folytattuk. Harry Pottert végignéztük csomószó. Nekünk se adott fel a magyar tanár, mert szerintem feleslegesek a kötelező olvasmányok. Így van! Amúgy az nem, hogy olvas, csak az a felesleges, hősies salátát is mindjárt visszaigazoljuk. Csak az felesleges, srácok, hogy olyat olvas, amit nem szeretsz. Lézi légbe megyünk. Mert ha szívesebben olvasod, amit te választasz, amit muszáj, azt annyira nem. Ezt legalábbis én mindig ezt éreztem sulisként, hogy kötelező, muszáj, nyáron. Tehát, hogy érted, nem az a... Alapból olvassál, én nem szerettem olvasni most, aki szeret, annak jó, de hogy érted, most nyáron 6 könyvet, minek? Tehát, hogy így nem szerettem. Minden sokkal rosszabb muszájból tenni, ez igaz. Nagyon igaz, Zsillám Katisza. Nekünk nem kötelezőt adott fel, vagyis nem egyet, hanem lehetett választani. Az jó, gimiben nekünk is az volt, azt mondta a tanárnéni, hogy lehet választani 4 könyvből, egyet el kell olvasni. Egyből jobban volt kedvünk azt az egyet elolvasni. Megjavult, de az volt a baj, hogy nem a monitorunkhoz volt valami átállítódott a képkimenet, és nem a monitorhoz volt állítva, meg volt egy frissítés, és az is hibát okozott, hogy nem volt a legfrissebben rajta. Te ezt most nagyon mellé ugrottam. De igen, megoldódott. Legutóbb a Varázsolj haza című könyv fogott meg, azt nem ismerem, miről szól ez röviden. Mi egy csomó kötelezőt kaptunk, szerintem nem mindegyik, ezt mindjárt folytatom, csak keresnem kell fegyvert, jó? Ujjaj, vigyázzatok! Itt jön mindjárt le valaki. Vagy nem. Ó, már az űrhajón van valaki. 3 űrhajón. Ott a gyerek. Elkaptak! Ezek ti vagytok, vagy nem ti vagytok? Ezek ti voltatok? Vagy ellenség? Mondjuk ha ellenség, akkor nyilván sérültem volna. Nálunk 16 vagy micsoda? Gyerekek, ezt mindjárt majd megállok visszaolvasni, ha megdöglöttem. Ja, megmentenek ilyenkor. Á, értem. Ja, az idegenek mentenek meg, hallod?
beleszólnak a UFO-k a játékomban. Nem elég, hogy eddig a nézőim legalább jó tanáccsal láttak el, a trollok néha szétoltottak, most már az idegenek is belenyúlnak a játékomba. Viccelek csak. Nem adtam engedélyt a UFO-knak. Ez mégis belenyúl. Szia, Dalma! Mindjárt olvasok egy csomót, srácot, csak el kell bújnom. És hát értitek, na. Azt láttam, hogy valaki írta, hogy majd állítsak át editelésre másik gombot, azt megfogadom. Majd be fogom print screenelni. Annyi töltényem lesz, hallod? Na, itt megállok olvasni. Na, feltöltött a videót végül, oda jutnak, hogy teljesen új életet kezdenek, ahol vándoroltak, sor jutott el őket pár. Oké. Okay. Meet the Stars Table, Hali, Hali, szia Dave, tapasztalatban mondom, hogy jobban jársz, ha átrakod az editet R betűre és a googolás B-re. Rendben. De amúgy Ctrl-R-re játszom, a googolás nem fog segíteni benne. Egy ikerpárról, akik sok minden keresztül mennek, ezt el fogom visszaolvasni, hogy adnék Fortnite-ba egy Yu-Gi-Oh! Pokémon crossover, talán még Bakugant is. Én is, de egyelőre a Szia Deske 10 és Jasmine, nem látom babám, hogy milyen Jasmine, de lehet, hogy itt van. Egyelőre a Naruto-t rebesgetik, hogy lesz, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Próbálok hozzátok jutni. Ti idegenek? Idegenyók. Át akarom venni a hatalmat, gyere ide! Hát nem így kell megszerezni. De én próbálkoztam. Valahol itt a láda. Mi újság, Deske 10? Ott van. Oké. Okay. Ó, sniper, nagyon jó. Ó, leszettétek az UFO-t, szép, szép, szép. Itt vagyok! Mondjuk azt még nem tudom, hogy hogy lövök. By the way, hány fizetett tag van itt, mert lehet én is akkor akarok majd tag lenni. Majd mindjárt mondom. Jelenleg 45 live elején néztem, 45 jelenleg. De majd a tagoknak ma kitaláltam valami újítást. Az majd holnap videóba érkezik, csak tagoknak. De aki még ma tag lesz, az ugyanúgy bele fog tartozni abba, amit a videóba fogok mondani. 45 tag van jelenleg, srácok. Azt mondják, hogy Naruto elméletileg várható benne. Melyikkel lövök? Aha, megvan. Oh-oh. Kizuhantunk. Mr. UFO! Dr. Űrlény! Anyám! Borogas. De ne! Hát éppen gyógyítok, ja. Szia, mennem kell medencézni. De rossz neked. Amúgy viccelek, csak jó medencézni. Elhoztak a UFO-k. Elvileg lesz, de az ilyen azonnali vétel vesz nálam is. Amúgy eredetileg angol könyv, de fordítva is lehet olvasni. Miért nem töltött fel? És kedves tőled, Meet the Stars Table, várunk a tagok közt, ha úgy van.
És ne felejtjétek, aki még nem iratkozott fel, iratkozzon fel, 5024 órás live-ot tartunk, kettőt is. Na, de jó be a 7 kill, szép Krisztián, az szép. Jó elhoztak még, jó elvittek engem a UFO-k. Szép, köszi. Mi lehet fordítva is, babám? Látom, Dredd ott vagy, megyek arra. Arany. Ajajaj. Jövök. Nincs annyi aranyunk. Szerintem megint megállt a cset a nálam. Igen. Okés. Jövök, köszi. Na jó, most együtt van a csapat, királyság. Dalma, nem tudom, hogy állunk, szerintem ezután Köbi csapat jön, Jana, arra megvan a három fő, mert ez már a második meccs ezzel a csapattal. Majd Dalma, téged is várunk játszani. Gondolom azért is kérdezted. És neked hogy tetszik eddig az új szezon? Új, várj, itt volt olyan bogár, most már nincs. Mit hagytam abba, babám? Ja, Naruto Online, hát csomó ideig játszottuk. Igen, mert nagyon-nagyon sok időmet elvette. Az nagyon. Nincs még három? Akkor Dalma, írd be a neved Janának, kérlek, és akkor Jana fölírja, jó? Most felállok, oda megyek szekrényhez, idehozok egy chipset vagy más nasit. Ó, hozzá nekem is. Igen, a Naruto Online-t. Igen, igen, igen. Szerettem nagyon. Akkor elvileg, hogyha Ashnek is betölt meg minden, akkor Ash és Dalma lehet a következőben. Vagy te tudod, babám, hogy állnak a csapatok. Lőnek a emberek. Ott meg hoznak egy kamion. Ajaj. Ki tudom lőni sniperrel? Hazzá, nem is. Szép. Menjünk beljebb a körbe, srácok. Nagyon szép. Ujjjjjj. Na emiatt még az új szezon nem lett a kedvencem, gyertek. Jaj, ne, amarra van a kör, semmi, 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 megyünk beljebb, megyünk beljebb, megyünk beljebb, megyünk beljebb. Fordítok vissza. Jövök hozzátok, nyugi, nyugi, nyugi. Ott a lilla. Dredd harcol.
Próbálunk jönni. Szép. Ezt pont láttam. Menjünk majd a körön belülre, de vigyázzatok. Ó, oh, jaj, lilát leszették, gyere, Dredd. Ó, oh, vissza kéne menni. Aha, ott van. Hol fut? Ott futott. Jövök, Lila, nyugi. Futás be! Basszus, mire átváltok, leszed! Kár volt ennyire bejönnöm. Azt én rontottam el. Nekem egész nap nasizhatnékom van, most egy kis sajtot eszegetek, mivel nasi nincs itthon, a sajt teljesen jó arra. Nekem is igen, az gond, ha nem akar beengedni a játék. Hát elég jó olyan szempontból, hogy nem jó, ha nem tudsz belépni. Mi az, hogy nem akar? Hát eléggé fura dolog ez. Aztán hajrá srácok, legendás Noob és Dread Popcorn maradt. Bocsi Lilla, én felszedtelek, de már nem tudtalak hol megmenteni. Megesik, hogy a csiga elesik. Így van! Aztán gondolkoztam olyan dolgokon, majd ki fogom dobni Instagram szavazásra. Meg lehet YouTube-ra is. Szia Rihád, olvasd el a rögzített részt a chat tetején és a leírást, és akkor meg fogod tudni, hogy miként működik, de amúgy majd igen. Gondolkoztam olyan dolgokon, hogy ilyen tematikus heteket a nyáron beadni, hogy mondjuk egy hétig Fortnite, egy hétig Fall Guys az összes live, egy hétig SSO, egy hétig Genshin, meg ilyenek, hogy lenne ilyenre kedvetek, hogy ilyen tematikus heteket tartani, hogy mondjuk van 3 live a héten, és mindegyik mondjuk ugyanaz a játék, hogy haladjuk, toljuk meg ilyenek. Ezt csak így felvetettük Janával, aztán majd megszavazzátok, hogy lenne ilyenhez kedvetek. És akkor mindig arra a hétre úgy készülünk lelkileg is, meg hogy akkor mit tudom én, hétfőn még nagyon nehezen megy, aztán péntekre belerázódik. De ez még nem most, ez a nyárra tervezzük. Meg az a másik, hogy nyáron lehet, hogy bejön az, hogy amikor második napot töltöm pihenő napon itthon, akkor visszajön az, mint ami régebben volt, ha emlékeztek tavalyra, amikor Covid-dal itthon voltunk, hogy délelőtt egy live és délután egy live, és akkor lehet, hogy lenne majd egy olyan is, hogy dupla live-ok, de ez még nem most, hanem jövő hónap, meg augusztus, azokra tervezzük egyelőre. Csak hogy van-e erre igény, vagy örülnétek-e neki igazából. Aztán majd ki lesz dobva a szavazásra, és csak gondoltam, megkérdezem, hogy a chat mit lát. Én augusztusban megyek Fonyódi Ázsi táborban. Na tök jó, de augusztus végén lesz a GG, szép volt srácok. Szép volt a finálé Dread Popcorn, úgyhogy ez nagyon jó volt. Tehát, hogy augusztus végén lesz a Mongoftatali is, de azt majd egy hónap előtte már kitesszük, hogy mikor.
Megvan a három jelentkező következőre, Jana, vagy Bea, vagy aki itt van még éppen moderátor. Szép volt, GG. Ez ügyes volt. Igen, taps, ezt elfelejtettem. Az szép, ügyes vagy Krisztián. 13 kill. Az nagyon jó. Dalmára emlékszek, de erősítsetek meg, hogy kik jönnek. Aha. Van-e olyan, aki az első körbe volt, srácok? És újra jönne. Olvastam Krisztián, de nem kell kétszer beírni. Elsőnek is olvastuk. Oké, okay, Bea. És ki az, aki még este hogy állsz? Beenged végül? Akkor még nem enged be. Lilla vagy Dread valamelyikőtök? Mondjuk Zsombor ritkán szokott lenni. Mint barátom szeretne jönni az a neve Fortnite-on, hogy Boss Tamás. Megnézem, hogy ismerősöm-e, várjál. Nem mondjuk, hogy nem. Nincs. Csak úgy jöhet, hogyha már barátlistámon van, Kevin, sajnálom. Jelöljön be nyugodtan. Akkor én Dreadet beinvájtolom még egyre, mert nagyon rég volt Zsombor, úgyhogy gyere! Meg tudom, hogy annó Zsombor és Dalma jól játszottak együtt, mikor ketten voltunk régebben. Beengedte Est is, akkor várjál. Mi a neved, Es Mystery Rider? Ja, most várjatok már, most mindenki egyszer érte, de Kevin, direkt mondtuk, hogy amíg várakozunk addig. Szia, Mufi! Mi újság? Jó, jöjjön akkor először Kevin, és akkor Ash a következőbe, de akkor modik, írjátok fel, kérlek, köszi. Bocsi, Ash, csak a neved nem tudom, hogy hamarabb beküldte-e vagy nem, és Kevin meg ugye beküldte, de addig teszteld le, hogy mennyire laggolsz meg minden. Jó, most itt van a Mufi is be, úgyhogy addig majd figyel. Meg elvileg Jana is itt van. Kevin, küldtem az invite-ot. Meg is jött. Oké. Okay. Mehetünk. Mi újság van, Mufi, mesélj valamit. Hogy telt a napod? És valaki írta, hogy várja a sorsolást. Igazából azt én már tudom, mikor lesz, úgyhogy türelem, sorsolás terem. Igen, Lilla írta. Annyit elárulok, hogy 8 óra előtt lesz. Tehát aki kitartó és itt lesz, nagy esélye lesz, mert Nightbotos sorsolás lesz. Csak egyeztetek közben. Itt mennyi van. Figyelj, valami visit different name. Gyerünk Holly-ba. Mufi, várj, Mufi, várj. Törlöm. Bocsi, rosszat töröltem. Krisztián, igazából kifejtettük a live közben, hogy nem tetszett az önzőzési stílusod, ahogy játszottál, a menőzés. Így a mai live-ban én nem szeretném, hogy még egy kör gyere. Ez az én live-om, az én személyes döntésem. Nyugodtan dobhatsz egy dislike-ot, de nem csapatmunka volt, ahogy játszottál. És azt mondom, hogy lesz még a héten live, akkor gyere újra.
többeket zavarta, hogy játszottál, és hogyha nem csak engem zavart volna, akkor nem érdekelne, de mivel több nézőm is jelezte, hogy nem tudja élvezni a streamet, ahogy te játszol, így nem szeretném. Köszönöm, ha megérted. Nem baj, Mufi, ennyi röviden. Ha a héten a másik live-ba kicsit változtatsz a stílusodon, vagy nem menőzöl, csapatjátékos leszel, bocsáss meg, de nagyon beképzeltnek tűnt, ahogy játszottál, nem csak nekem, akkor jöhetsz majd újra, tehát nem azt mondom, hogy nem adok esélyt, de ma nem szeretném, ne haragudj. Hiába vagy jobb, mint én, sajnos nem csak azt nézem. Ha azt nézném, akkor tudnék 4 olyan játékos behívni, hogy mindig megnyerjük a kört. Ott van. Gyorsan rázzuk meg. Ó, már jön is a társa. Basszus, hogy most tölt újra. Ujjjjj. Baj van, srácok. De miért tölt állandó? Majd szedjetek fel, jó? Intézzétek el, és a töltés, tehát, hogy... Dave, szerinted érdemes megvenni a Battle Pass-t? Szerintem abból a szempontból érdemes lenne, hogy kapsz V-Buckot a következőre. Ez teljes mértékben így van. Sajnos a megnyilvánulásodért ment a végleges tiltás, sajnálom. Lehet, hogy más csatornán lehet így beszélni, nálam viszont nem. Nyugi, Mufi, intézkedtem. Annyiban vagyok amúgy szerencsétlen, hogy életben nem lesz más skinem. Miért mondod ezt? De most akkor sikerült S-be lépni és tudsz jönni a kövi körre? És ne haragudj, ezért a viselkedésért a barát listámról is le foglak törölni. Én felvállalom. Van egy aktív szerető közösség, ők a mongufták, gyakorlatilag. És hogyha valaki nem úgy viselkedik, az sajnos a közösség érdekébe nem fogom azt mondani, hogy már pedig elnézzük. Mi felajánlottuk a lehetőséget, hogy lehet máshogy is viselkedni. Viszont nem éltél vele, ezért röviden zárva, ez van. Lehet engem utána szidni, nyugodtan. Én megindokoltam, más videós nem indokolnál meg, csak van. Jó? Na ez attól függetlenül ne vegye el a kedvünket, srácok, attól függetlenül folytatjuk, lesz sorsolás. Úgyhogy, ja. Teszteld le, és aztán lehet, hogy úgy várunk. De írd be a neved, és akkor Mufi már felírja. Van, aki csak azért játszik videósokkal, vagy csak szeretne játszani, mert hogy benne lehet a live-ban. Kielvezheti, hogy milyen menő. Azzal még önmagában nincs baj, amíg... Hogyha mondjuk szólok, hogy ez nem annyira jó és reagál rá, akkor oké, de itt semmi interakció nem volt afelé, amiket végig beszéltünk vagy kommunikáltam felé.
Na, ügyes vagy, Mufi, majd várom. Menjünk beljebb, srácok, közbe. Ha lehet, akkor majd én szeretnék még egyet menni, de addig lemegyek gyors kajcsiért. Rendben, Lila, írd be újra a nevet, kérlek, és akkor újra felírnak. Gyenge a gépet, hozzáes, vagy mi történt? Milyen csend lett a Fortnite-on belül. Várjuk be a többieket, Kevint és Dalmát. Aha, hát megértem. Azt hittem... jaj, nem. Jaj, ne! Ez fight, Mufi. Ezen sírok. De már néha én is, amikor valaki azt mondja, hogy lol, elgondolkozok, hogy arról akarja beszélgetni. Aztán nyilván a szövegkörnyezetből rájövök, hogy nem. Assassult ammo, várjál. Istenem, hogy el vagyok szokva az irányítást, az a baj, hogy a Genshin irányítás van bennem. Jó, én is jók állok, de a kör... mindegy. Nem tudom, Kevin, jelenleg. Hű, de elszoktam. Na, ennyiben lesz jó, hogyha lesz tematikus hét, hogy egy hétig Fortnite, vagy hogy az irányítás meg lesz. Ujj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 
Hát nyilván Mufi. Egyértelműen. Hú, ez határeset volt, hogy kiérjek. Menjünk is tovább, mert nagy bajok lesznek, hogyha folyton csak a vihart éppen utolérjük. Így is nagyon kín vagyunk. Itt mondjuk jó lenne felépíteni. Nem ezt, így. Jó, nem tudok meg kell tanulnom építeni. Lesz, hogy rá kell szánnom, hogy építeni tanulok. Nem! Ez magamnak szólt, csak pont fölém építettél dalma, amikor ugrottam. Kedvenc poké? Hát Tauros például. Is. Önazonosulás a Snorlax-el. De dizájnban Tauros, de a Snorlax ugye alszik, eszik, harcol és bitang nagy darab állat. Azt is tervezem, hogy kipróbálni a LOL-t. Na! Mufi biztos ajánlani fogja, ő nagyon szeret lolozni. Legközelebb Fortnite Live előtt nem játszok idegenvezetőt neked. De igen, Katisza segített nekem Genshinbe, és nem, az a baj, napok óta ugye rengeteget játszok, és teljesen arra van az agyam ráállva, hogy a kontrollerre mikor mit nyomok, és nem a Fortnite-ra. Ja, jó, akkor majd leírom, figyelj, Snorlax, Tauros, Lickitung, Weezing, Vaporeon. Így hirtelen kapásból őket mondanám, mint kedvencek. Na hol lesz?
Gyertek csapat. Gomba. Ott van. De jön a vihar is, srácok. Arra is figyelünk? Ja, itt egy láma! Hát most a láma a legkevésbé megható dolog. Van esze. Oké, Zsolt, aztán majd várlak téged is játszani. Basszus, beszállt az űrhajóba, srácok! Úgy gyűjtsük be a dolgokat. Kinek kell shield, ott van shield. Vigyázzatok. Ott van! Keresem! Szép. Kapja! Akkor nem mondja semmi. Valaki bér minket. Halli újra, mi? Csak most izgulok. Ideg állapotba gyűjtem, Mónika! Kirobbantottak. Kirobbantó siker, amiket ma elérünk, nem? Szegény Bea. Mondjuk látom, hogy te ezt azért érted, hogy téged tényleg. Szegény dalma. Honnan lőtték ki? Ott van. Nem érek el addig. Megvan. Ott a sniper, aki szeretné. Mindjárt nézem, Mufi. Csak most idegbe vagyok. De amúgy büszke vagyok rád, hogyha valamit... Izé. És kész Reti 2.20. Igen, büszke vagyok rád, ügyes vagy. Nagyon jó. Majd menjünk beljebb. Látom, Máti, azon vagytok. Szép, szép volt, Kevin.
Veretek lassú ez! Biztos nem így kell kezelni, na mindegy, azért megpróbáltam. Közben ráfrissítek a chatre. Visszatértem, nem tudtam hozni kajcsit, brassóit akartam enni, de elfogyott a krumpli hozzá, úgyhogy azt mondta, majd csinál hozzá, mivel egy kis időbe telik. Rendben van, a brassóit én is nagyon szeretem. Hajrá srácok, most már ügyesen Kevin és Dalma. Szia Dave, gyorsan letöltöm a Fortnite-ot. Szia Greta, rendben van. Hát nem lesz olyan gyors, mert nagyon nagy gépigénye van, de hajrá. Ouch! Júj, hajrá Kevin. Egyelőre nem rossz a helyzet, de reméljük nem igazán fog laggolni. Reméljük. Még ezzel a csapattal tudod, jön egy visszavágó. Ez még az első meccs dalmáékkal, modik? Vagy úgy bárki. Úgy emlékszek, mintha az első lenne. Vagy akár ti is írhatjátok dalma. Jól érzed magad, pedig ne felejts el majd lájkolni. Köszi, köszi. Oké, oké, köszi Mufi. És köszi dalma, és köszi Bea. Ajjajjaj. Még ketten vannak Kevinen kívül. Jaj, de szép! 1v1. Semmi baj, Dalma. Látom. Az egyiket kitörlöm már elég egyszer. Dave, egy tipp már, valaki nagyon közel van, akkor közelítés, kópolj, oké. Hát szerintem már jóval többet, Greta, jó lesz az 90-nek is. Ha a gépen. Nem tudom fejbe amúgy. Csű! Na, ő tudja az új fegyót használni. Hajrá, Kevin! Oj, GG, Kevin! Gyönyörű! Ez nagyon szép volt. Redizünk egyből, srácok, már jön a visszavágó kör. Csak közben hozok kis vaníliás kólát, most az van itthon. Tehát sietek vissza. Hát minek mentem ki? Itt van bent. Elfelejtettem. Szia Árpi! Mi újság? Na, az is jó es. Sikeresen kifagytam, miközben szétszedtek. Az nem túl jó. 12 kill, szép. Nagyon szép. Ez a different 5 különböző hely, ez jó lehet. Hát... Jó, legyen az, hogyha megszavaztátok. Én nem mertem volna ott kezdeni, de kezdjünk ott, nézzük meg. Kedvenc kezdőhelyem, na. Majd mindjárt megnézzük milyen. Ezt gyorsan beisszuk.
Emi Seaboard frissített über brutál mongoftára. Köszönjük szépen, Emi! Köszönjük szépen, majd írjál rám, most még majd sokakkal kell egyeztetnem a tagságos játékot, mert zsúfolt hétvégéink voltak, de már volt, akivel lejátszottuk, volt, akivel még majd egyeztetünk, arra türelmeteket kérem. És köszönöm szépen a támogatást, Emi. Jó, ez a chest tényleg. Ott a gyerek kint. Milyen fájtokat tortok itt. Ott a társa, ott a társa, ott a társa. Gyerünk rá. Volt nincs. Aha, ott egy cse... Jézusom! Jaj, ti vagytok, jó, semmi, semmi, semmi. Ó, elkezdtétek ezt a nagy chestet? Ez hol van, Kevin? Te ütöd? Megyek oda. Gyertek oda. Nagyon én is, Mufi, úgy szeretem ennek a glidernek. Igazából ez tegnap volt egy bundle-be bent, ilyen 2000 V-Bucks, vagy valahogy 1008. Azt nekem ugye volt tartalékba 3000, és akkor úgy voltam vele, hogy amúgy 800 lenne magába a glider, de azt nem venném meg. Viszont 800 év volt benne egy másik csákány is, meg a skin, úgy már viszont igen. És akkor így nagyon megért, és nagyon szeretem. Négyen kellünk, jó, akkor most már mehet. Tudjátok, amikor írja az ütésjelet, ott a jel, ott kell mindig megütni. Ez egy érdekes dolog, na ez például tetszik, mert aranyos kis ötlet ez. Ez a csapatjátékos dolog. Jó, gyorsak voltatok. Ott van. Ott, Dave, oda, úgy. Ott van. Zsír. Az aknavetőt vihetem? Van másik is, azt is vegye fel valaki. Ja, rengeteg aknavető van. Azért kéne elvinni többet, hogy ne vegyék el a többi játékos. Lehet, van bőven. Oké, Zsolt. Aki szeretne játszani, majd írja a nevét. Igen, igen, mert ez a második kör. Aztán majd mehetünk beljebb is. Kicsit kéne mondjuk alapanyag. Nagy shieldet tud adni valaki neki, mert nekem csak kicsi van. A rakétavető, az rakétavető, de nem baj, annak mondod, aminek akarod. Mert mit mondtam helyette? Nem rakétavetőt mondtam? Summonert írt fel. What is no? Hello there. Szia disznó. Lézer disznó volt. Lézer disznó, aknavető. Jogos. Jogos. Rakétavető, aknavető. Nekem hasonló, mindig kevertük szerintem, mikor Faterra régen gyerekként Medal of Honoroztunk, meg hasonló. Hát idő lesz, amíg befrissíti. De játszottál már Gréta máskor is vele, nem? Olyan jól vagyok, itt nézem a live-ot és chillezek, tökéletes pihenés. Örülök neki, Aliz. Aliz, majd este megírom, most már megvan, amit beszéltünk, tudod, hogy gondolkozzak az ötleten, és majd megírom, mire jutottunk Janával, jó? Live után. Vagy legrosszabb esetben holnap. Csak gondoltam, jelzem. És örülök, rád fér a pihenés azután, amennyi dolog volt a sulikba.
Mondjuk azért ne úszunk teljesen ki a körbű. Kör közepén állok. Jó. Nagyon sokat agyaltunk, aztán majd lehet azt mondani, hogy nem tetszik az ötlet, de hát ez van. Mármint, hogy nem jutott jobb eszünkbe. Ott a kocsi, látom. Majd mindjárt oda dőrrendek. De szép volt! Kérek egy like-ot. Úgy. Szedj fel! Csali voltam. Lőd le, és utána nyugodtan. Az nem jó neked, ha kifagyott. Hajrá, srácok, lányok! És hajrá, Dalma! Hol tud építeni? Igen, Andrét is írt, köszi. Jaj, Dalma, mit csinálsz? Ja, felszedted, jó, ügyes, semmi. Ügyes vagy. Jaj, de szép volt, Dalmának szólt egy szívecske a csetem, mert gyönyörűen lehozta. Most már csak gyorsan élek. Hát egybe rakd őket, Léci, majd Mufi úgy szeretné. És akkor utána még egy ember befér, de Ash Mystery Rider, nem tudom, hogy állsz, hogy tudsz jönni Zsoltékkal, vagy úgy látod, hogy még nem leszel kész addig, vagy megpróbáljuk majd? Hogy látod? Mondjuk ezt nem ártana semmi. Jó, Kevin, meg kell próbálni rebootolni valahol. Hol tudjuk leghamarabb? Ott. Menjünk be és próbáljuk meg rebootolni, gyertek lányok. Az szép. Igen, látom. Megyünk. Közben pedig elmondom, hogy ha ezt a bundle-t, vagy ezt a pakkot megveszitek, ami ma van 1192 forintért, ne felejtjétek előtte az item shopba beírni Support a Creator Mongufta kötőjel, Dave csupa nagybetűvel, köszönöm szépen, ha így is támogattok. Szerintem nagyon megéri, nekem tetszik ez a skin, gyakorlatilag 600 V-buckot kapsz hozzá, úgyhogy ez mindig azt mondom, hogy ez a legjobb akció, ez az 1000 pár száz forintos. Én mindig ezt mondom. Így is gondolom. Sőt, Jana is még azt mondta, hogy jó is néz ki a skin, és 1192 forintja, hogy pontos összeget mondjak, egy teljesen megéri, ez volt a reakcióra. Reakciója, mikor mutattam neki délelőtt. És tudjátok, hogyha már az asszony azt mondja, hogy megéri a skill, akkor tényleg megéri. Ott is van Dárda. Ez űrhajó volt? Az hát. Mennék egy kicsit beljebb, szerintem megint leállt a chat, mert jó ideje nem látok semmit. Oké, jövök, Nugi. Láttam, voltatok Unicorn és Bistróba, milyen volt foglalás nélkül esélytelen? Hazudhatnék, hogy nem, de az a válaszom, hogy igen. Én fogok még menni Alice, mert ugye beszéltem a Zsolttal, az Osváth Zsolttal, miután rám írt, hogy ugye azért nem volt benne az étteremben, mert nővérének az esküvőjén volt, utána mi még váltottunk pár mondatot. Írtó
kedves meg minden, és én még fogok hozzá menni a héten. És ő is azt mondta, hogy attól függetlenül, hogy ezt most lebeszéltük, hogy én megyek, én is foglaljak helyet. És foglaltam is egyből, utána visszaigazoltak egy 5-6 órán belül, úgyhogy igen, igen, igazolj, foglaljatok, hogyha menni szeretnétek mindenféleképpen. A terasz ugye használható, a belső rész az csak védettségi kártyával. De nagyon-nagyon jó, nagyon megéri, irtó finomak a kaják, tehát hogy én nem túlzok. Csak úgy nem szoktam nagyon dicsérni egy helyet, meg minden, csak hogyha okom van rá. A szivárvány sütemény, ez konkrétan annyira laktató, hogy háromszor álltam neki, jó előtte betoltam a nagy burgert, azt azért hozzáteszem, aztán hazahoztuk elcsomagoltatva, de háromszor álltam neki, annyira laktató, a burger irtó finom, a limonádé is, és aránylag tényleg olyan árban van, hogy szerintem, nem azt mondom, hogy hetente oda fogunk járni, de ilyen havonta, 2-3 havonta biztos, hogy el fogunk menni. Én nekem nagyon tetszett, de ugye én elfogult vagyok olyan szinten, hogy nekem az Osvárd Zsolt, mint videós, mint youtuber, elismerem azt, amit elért, és nagyon fel is nézek rá, úgyhogy... Kicsit elfogult vagyok vele, de attól függetlenül, hogyha szar lenne a kaja, akkor azt mondanám, hogy ne menjen senki, így viszont egyértelműen azt mondtam, hogy ha már lehet választani, egy próbát mindenféleképpen megér. Emberségből meg csillagos ötös, ahogy viselkedik, tehát hogy értitek, egy 130 vagy 150 vagy 180 ezres youtuber, és konkrétan azért rám írt, hogy nagyon köszöni az értékelést, de hogy miért nem tudott ott lenni, és azt is leegyeztettük, mikor lesz fixemben, hogy egy közös képet tudjunk csinálni, vagy éppen beszélgetni pár mondatot, lesz pár javaslatom vegán cuccokkal kapcsolatban, úgyhogy tényleg le a kalappal, emberségből csillagos ötös. Ó, azt akartam beinni. Ha marad, akkor kérek, Kevin. Majd mindjárt ráfrissítek, mert megint az Aliz üzenete óta, óta nem írt semmit ki. Nagyon! És itt volt az első olyan vegán hús, amire nem mondod meg a hamburgerbe, hogy vegán. Pedig már mi kóstoltunk 6-7 helyen. És a Dom Pepéért odáig voltunk, a Dom Pepe elbújhat mellette. Nagyon-nagyon finom. Nagyon jó. Martin, nem írunk csupa nagybetűvel, ez egy alapszabály, de új vagy, akkor nem tudhattad, elmondtam. És olvasd el, hogy miként tudsz jönni, jó? Leírás. De ott van fönt rögzített cuccba is, hogy a leírást olvasd el. Ó, ez kár volt ekkorát esnem. Mi a baj, Gréta, hogy akar, vagy miért nem tudod végignézni? Újjaj, jön a vihar, nem figyeltem. Itt megyám a fáj. Ez az, gyönyörű! Ez az, öcsém! Na, ki a király? Ki a Károly? Mindjárt összeszedlek, de magamat sem fogom tudni felgyógyítani. Hát eddig voltam Károly, másodikak lettünk. Úgyhogy, ja, de ez szuper jó meccs volt, köszi srácok, nagyon-nagyon adom. Aztán most mielőtt tovább megyünk, srácok, eljött a várva várt pillanat, ugyanis... hát hol fogadjad el, majd itt jelenik meg neked, S, ha felkérünk. Még ezt a háromat visszaigazolom, mert megígértem, hogy a sorsolásig visszaigazolok.
Annyi, hogyha azt az embert sorsolja, akit mondtam, hogy vagy letiltottunk ma live-ba is, mindenbe, akkor itt most 20 néző előtt mondom, hogy újat sorsolunk, most nem tudom kikeresni, mi volt a neve, aki ott menőzött meg minden. Őt mondtam, hogy ki fogom törölni a barátlistámról. Ő nem nyerhet ma. Erre vállalom azt, hogy nyugodtan kövezzetek meg. Szígyatok minden, a közösségem az első, úgyhogy ő rajta kívül, aki játszik a játékkal, az mindjárt nyerhet, meg is mutatjuk, hogy hogyan. Már is hozom a Nightbotot, srácok. Legendás noob, köszönöm szépen, Zsolt. Köszönöm. Addig halkítok a fülemre a zenéből. Kaptok egy kijelző felvételt. Elméletileg most már látjátok a dolgot, modik is ugyanúgy nyerhetnek természetesen. Még mielőtt belekezdünk, srácok, el szeretném mondani, erre mindig hagyok egy percet vagy kettőt. Általában a Nightbot szereti besorsolni azt, aki tagsággal van nálunk, nincs bejelölve olyan funkció, hogy a tagokat előnyben részesítse, viszont szereti, tehát szoktam azt mondani, hogy nem látjátok, várjál. Tehát szoktam azt mondani, hogy még ilyenkor van lehetőség taggá válni, nincs garancia, az utolsó kettőt nem tag nyerte, az előtti kettőt tag nyerte, és így tovább, tehát hogy ez így ilyen mindig vegyes. Tehát rajtatok áll, hogy még most beváltjátok el a legkisebb tagságot, vagy valamelyiket, utána már nyilván nem tudom, de nincs garancia, nem mondom azt, hogyha most megcsapatod a 199 forintos tagságot, vagy az Uber Brutált, akkor biztos nyersz. Erre nincs garancia, srácok. És akkor innentől rajtatok áll, most pedig a jelentkezéshez azt kell beírnotok, felkiáltójel, Summoner, mert neki köszönhetően lesz a sorsolás, úgyhogy egy szívecskét majd utána a Zsoltnak, most még nem kell, és majd a Summoner nevű Fortnite felhasználót kell bejelölnötök, és ő fogja 3 napon belül giftelni, hangsúlyozom, ha nem vagy a barátja, 3 napon belül, mert annyit kell várni. De megkapja, mert már máskor is volt felajánlás. Fontos, nézzétek meg, hogy kell beírni, S betűvel írtam, még ha nem is úgy írja a nevét, S betűvel, kisbetűvel, Summoner, mert ez a kód. Summoner a kód, hogy hát ha, érted, ne legyen olyan egyszerű. Az életben semmire nincs garancia, ez így van. Úgyhogy köszönjük innen is Zsoltnak a felajánlást. Csak olyan jelentkezzen, akinek nincsen Battle Pass-e, mert nincs helyette skin vagy egyéb dolog. Tényleg azokon szeretnénk segíteni, akinek nincsen lehetősége, hogy Battle Pass-t kapjon. Mi történt? Egyszer elég beírni, Gréta. Egyszer, jó? Jézusom! Egyszer mindenki. Egyszer érzékeli a játék, tehát beírhatod 80 ezerszer, akkor se fogja többször. Igen, a kövinél ideiglenes, és akkor... Igen. Jogos. Gréta, ne csináld, vagy elveszed a lehetőséget a nyerésre. Igen, mert... Hát ez van. Tényleg. Úgyhogy... akik jelentkeztek, akkor felrobbant a chat. Gyakorlatilag... semmi baj, Gréta, még bent vagy, csak ne írd be többször, egyszer elég volt. Gyakorlatilag 7 jelentkező van eddig, akit érvényes. Sok szerencsét mindenkinek. Szerintem Bea fogja nyerni, mindjárt kiderül. Számoljunk vissza, srácok, és innen is köszönjük Zsoltnak. 5, 4, 3, 2, 1. Kevin Flacker. És nem mondtam, hogy most olyan nyerheti, akinek nincs. Írd meg, Kevin, a neved, ilyenkor 1 perced van. Ha nem írod meg a neved, akkor újat sorsolunk. Veled azt hiszem játszottunk, de nem biztos. Nézzük meg először, Kevin, írd be a felhasználó neved, mert le kell csekkolni, hogy barátlistán vagy-e, Kevin. Szinte 90% hogy azon vagy. Írd be a Fortnite neved, és már is megnézem. Kevin 201, már is nézzük, pillanat. Kevin 201, itt van Kevin, úgyhogy annyira beinvájtoljuk, hogy ha esetleg gondolja, akkor megszólalhat egy mondat erejéig. És akkor Kevin Summonert jelölt be, Zsolt, kérlek írd be a nevet pontosan, nehogy az legyen, hogy rosszul írom be. Úgyhogy ja, van Battle Pass-ed! Ojj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 
van Battle Pass-e, akkor újat sorsolunk, mert mondtuk, hogy ugye azt kaphat Battle Pass-t, akinek nincs. Úgyhogy akkor semmi baj, az izgalom fokozódik, srácok. 3, 2, 1. Dalma Anna! Dalma Anna, Anna! Dalma, tudom, hogy Dalma a neved. Dalma, neked van-e Battle Pass-ed? Mert azt ugye mondtuk, hogy azok nyerhetnek, bele van írva a leírásba. Semmi baj, Kevin, attól függetlenül látod, a szerencse rád is csillogott. Úgyhogy én is gondolkoztam, hogy van akkor miért írta. Lehet, hogy nem figyelt, semmi baj. Dalma, neked megvan-e a Battle Pass, vagy nincs? Kérlek, egy percen belül reagálnod kell, Dalma, legalább annyit, hogy itt vagy. Akár mennyire is barátom, ismerősöm, régi mongufta az illető, ha nem reagál, újat kell sorsolnunk, mert tényleg mindig elmondom, hogy egy percet. Dalma, ír valamit, könyörgöm. Dalma, haló, haló, haló. Dalma, egy X betűt, vagy valamit, könyörgöm. Jó, igen, nekem is van. Jaj, semmi baj, semmi baj. Látjátok, srácok? Ha fokozzuk az élvezeteket, semmi baj, Dalma, semmi baj. Még egy esélyetek van. Gréti, szinte gondoltam, Gréti. Látod, megéri telepíteni a játékot, Gréti. Gréti, mi a neved? Mi a neved? És hogy barátlistámon vagy-e, mert ha nem, akkor az viszont sajnos nem nyert. Gréta, írd be a neved, mi a neved? Kérlek. Mert ha nem vagy itt, akkor sajnos újat kell sorsolni. Egyszer volt, de akkor nem volt meg a feliratkozás mutatása. Tudom, de most nem úgy. Gédó! Rád emlékszel, Grétját, tuti, hogy játszottunk régebben. A Gédó rémlik, de azért megnézzük, mert le kell csekkolni, így hivatalos. És mire itt megtalálom, gyerekek. Most fent vagy, Gréti? Mert jó lenne, ha kijelezné. Kár, hogy nincsen kereső. Mert ez így borzalom. Ott volt? Tifi azt mondja, ott volt. Birka, Kornél, Gábor. Offline tetején. Na mindjárt nézem. Ott van! Gédó 2009. Akkor gratulálunk Grétinek. Gratulálunk Grétinek. Zsolttal vett fel a kapcsolatot. Summoner néven van. Jelöld majd be, jó? Meg is volt Gédó, igen. Gratulálok innen is, és köszönöm Tifi a segítséget, nagyon szépen köszönöm. Hát már a sorsolásnak önmagában vége, de attól még nyilván játszani még fogunk, úgyhogy itt még vissza tudok igazolni majd. Ú, de drága. Jól van. Most tartunk egy 10 perc szünetet, srácok, megnézzük, ki az, aki itt marad egyébként a sorsolás után is játszani. Nyilván azért maradtok, vagy lesz, aki nyilván ezért volt itt. 10 perc szünet, srácok, és folytatjuk, addig Zsolttal vett fel Grétit a cseten a kapcsolatot. Summoner már jelölt téged, Zsolt, majd igazolt, vissza be tudsz lépni. Addig a modik írják össze, ki a következő csapat, tehát Zsolt, André, és ki jön velük, és írjátok meg nekem üzenetbe, modik, 10 perc, és folytatjuk, csak el kell mennem pisilni, blablabla, eszek egy falatot, hozok kávét, 10 perc múlva folytatódik a live. Addig is maradjatok a közelbe. És csókokat nyomott rám. Csirály, hogy hisz a mesékben, még néhány királylány. Hogy megtöri csókja a boszorkányát, kár. Aztán megkérem a kezét, és végül szül majd egy kis babát. De király fibán, mégsem változott pillanatok alatt. Hiába csókolod meg, amíg a mindig béka marad. Sírhat még ezen egy ilyen át, megcsúkol mind, aztán megy tovább, de kicsit se fáj, újra egyedül reked, a híres béka király, sírhat még.
király. Király! Tizenhat, több valamint három spamidőn, az erdőcs mezőt járám, eltűnődik, hová lőn az rím. Mely időn, vitéz mátyás király urunk, mennybe szállás érette, dafkes iránkozunk. Igazság már az időtől nincs. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szümeim merengének télen, szép Dunánk hömpölygő olaj tengerében, s eltűnődék, hová lőn az jég. Meg büszke várát, azért ostromolánk, mert az Óberencen túl tejet olcsóban találánk. Szent igazság, hová lendél? Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. De szuper buli, mert a jányom eladom. Lagzi Lajost vendégségbe meghívom. Az összes pipa dohányomat elszívom. Mert aki bújt, aki nem mire a nap fel kell, Lagzi lesz és punktum a jány el kell. Már is, hogyha nincsen ló, a dégedőn is eljátszom, mert nincsen cselló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz az a már is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz az a már is, hogyha nincsen ló. Ha de kombiné, kombiné, ha cipkész kombiné, ha még az éjjel felhajtom majd én. A daja híd alatt, a híd alatt, a Margit híd alatt, hadd ott hagytod a kombinétodat. De már meg a kérő vajon hova bújt? Há bizony a tablettásporttól kinyúlt, vagy az ember piacon árulják már szegényt, tán elraboldott a Terry Black a vőlegényt. De aki bújt, aki nem mire a nap fel kell, férjet kerítünk és a jány el. Ha nincsen ló, jó lesz az a már is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz az a már is, hogyha nincsen ló. Eladom a mennyadat!
mint a rákos chips. Olyan, mint a rákos chips. Ne kiabálj már! Betéptem egy az albafex. Nagyon jó. Hello, love, love, for love, India. Most kicsit átmentünk ilyen beauty vloggerbe. Mi London fővárosa? Párizs. Egy pont kellett volna. Vagy dehogy gyík, annak van lába. Ez egy kukat. Szarvas kukat. Szervusztok testvérek, itt vagyunk Eszeszón, most hogy mit láthatok, mindjárt kiderül, méghozzá most meglátjátok, outfites, új játékot, azért van rajtam ez a piros sapka, piros szemüveg, mert nem lehet ebből semmi üreg, figyeljél rám, te is öreg, piros a szed, ami kell ide, mindenki most jöjjön ide, ide, piros, piros, vörös, red, jaj de jó, megetted, igen, bizony, az a szed. Elfogyott az Oreo! Nem vagyok egy pókember! Dépvezére ezt írtad. Komolyan, magad? És hogyha valaki szeretne, akkor még mindig van lehetőség arra, hogy taggá váljatok. Tehát, bedugjátok valamibe. Aha. Ez valószínűleg könnyebben kilogikálható rész. Kijön, letol. Jó, hát ez ilyen halálmedvető dolog lesz, mert így van, mint hogy mikor kinek csinálni. Ne kiabálj már! Ott egy játékos. Jövök veled! Nem jól van, Petrin! Mali? 1-42 palmaka, 3 porszívó, 4 gyaranévő, 5 felirat. Hakkor! Én meg reppelnek álltam. Érted! És most 42 percig ezt fogjuk csinálni. Na itt is vagyok, srácok. Először is elnézést kérek azért, hogy kicsit kavarodás van szokásosan a live végére. A Fortnite-el nagyon nehéz tartani, hogy hogyan... Zoltán, majd szólunk, hogyha te jössz, ne légy ennyire türelmetlen. Gréta amúgy is azt írta, hogy majd ha letölti neki még... Már bocsánat, de hallod, még nincs is letöltve a játék, hogy akarsz vele jönni? Tehát, hogy gyakorlatilag nem tudsz vele jönni, már bocsánat. Vállalom a modik helyett én a felelősséget, vagy hogyha a Grétának az van, akkor oké. Okay. De hogy akkor Ash, Summoner és André jön, és utána majd írjátok fel, de Zoltán, írd be a felhasználó neved, amíg nem írod be, idézőjelesen én is leszarom, mert le van írva, hogy írjátok be azt, hogy mi a felhasználó nevetek S nálad. Azért csúsztunk el, mert mikor kérdeztem 6000-szer, hogy tudsz majd jönni? Nem tudom. És ha nem tudomokból nem tudok felépíteni egy csapatot, érted? Nem ellened szól S, de én nem tudom most se a neved. Gondolom ez vagy, de a modik se tudják a neved, és akkor hogy hívjalak be, érted? 5000-szer kérdeztem S, hogy hogy állsz. És most azért vagyok dühös, mert amikor 5000-szer kérdezek valamit és nem kapunk választ, akkor utána, amikor visszatérünk egy szünetről, nem annyira várhatjátok el azt, hogy mi tudjuk a neveteket, mert honnan a büdös fenéből tudnám, ha nem írták föl. Azért mondtam, vállalom a felelősséget, a modiaim is emberek, ők is hibázhatnak, én is hibás vagyok, mert én nem jegyzetelek, és folyamatosan ugye a modik hol itt vannak, hol nem, mert nekik is van dolguk, és most volt egy kis kavarodás, de remélem, hogy ez nem lesz minden Fortnite live-nál állandó. Tehát, S, melyik vagy te? Ennyit kérek. Tényleg, Zoltán, folyamatosan, egyszer elég volt beírni, ezt láttuk. Nyugi, mindenki, megoldjuk. Van még idő játszani. Addig behívom Andrét meg Summonert fixen. Addig most némítelek, srácok, majd mikor játékbarátokkal lesz, akkor lesz hang. És akkor S, leírod a nevet, kérlek. És akkor utána már felírhatjátok majd Shadow Skull-t, mint Zoltánt, és a Sulis Menzát is, mint Mihályt, jó? Ott írta Bea, ott írta Sulis Menza, ott írta Lili üzenete fölött. Már bocsánat, most jogtalan a visszakérdezés, mert ott van.
meg ott a Gréti harmadiknak, tessék a Gédó. Viszont hogyha Es nem reagálsz megint, akkor megint ott tartunk, hogy várunk. Tehát jó, akkor Es marad a másikra, sajnálom, 3 percet hagytam, hogy beírja a nevét. Akkor jön Gédó. Na, toljuk neki, srácok. És akkor utána írjátok be Est, hogyha végre megírja újra a nevét. Csak szó, hogy nem tudtak. Ó, pedig benyomtalak. És akkor mindegy, itt van Zsolt vonalba, köszönjük szépen, és várják Gédót, addig visszaadjuk. De neki azt hiszem nincsen, hogy akkor sikerült felvenni a kapcsolatot, és akkor a Battle Pass-t is intézitek majd, ugye? Jó. Na, tehát hogy tényleg ennyit kérek akkor, srácok, a későbbiekben, hogy írjátok meg, most lehet, hogy Ash megsértődtél rajtam, akkor én kérek elnézést. Nem mutatta, hát nem látom a neved, akkor lehet, hogy olyan, mi, fú, hogy írd be? Akkor nem tudom. Tehát, hogy erre most mit mondjak, nem mutatja. Próbáld beírni újra, erre most nem tudok mit mondani. Ha meg olyan a neved, ami le van tiltva alapból a chatünkön, akkor nem tudsz játszani velünk. De akkor írjátok fel Bea és Lili, hogy a Sulis Menza, a Shadow School és még, és akkor Esnek a neve. De Es, akkor írd meg Instán vagy Priváton vagy valahol nekem, és akkor be tudom olvasni, de amíg nem tudom a neved, addig nem tudunk behívni, hát ez eléggé logikus. Ide jövünk. Köszönöm Bea, és Lili neked is köszi. Csak nem szeretném, hogy minden Fortnite Live végére szétessünk, srácok. Ez nekem is szól, de én nem tudok közben jegyzetelni, bár lehet az lesz, hogy eskü ide teszek egy füzetet, de én ugye meccs közben nem tudom felírni. Már lesz még a héten Fortnite, tehát aki nem jut sorra, az se aggódjon, lesz még a héten, és aki nem tudja, hogy mikor, a második, illetve nagyobb tagságnál ki van rakva a közösségi fűre, hogy melyik nap milyen játék várható. Es, lehet, hogy van benne valami olyan cucc, ami nem jó. Most nem tudok ezzel mit kezdeni, Es, ne haragudj. Írd meg nekem Instagramon, kérlek most, ha tudod. Mondjuk biztos nem káromkodás van benne. Én se látom, hogy te írtál volna egyáltalán, azért mondom. Köszi, Lili. Hogy a Beának is írhatod tényleg. Már visznek a idegenek. Tegyél le. Ó, basszus, hogy ő tud. De nyilván tölteni kell. Jó. És mondom, lehet, hogy valami olyan karakter van benne, amit nem küld el nekünk, és akkor ebből van bonyodalom. Mindjárt rájövünk majd, hogyha látom, hogy mi a neved. Te, Istenem, Dave, tanuld már meg, hogy mit csinálsz. Nem mutatott téged, pedig elvileg benn vagy a meccsbe. Remélem közben, hogy megoldódik, és megtudjuk, hogy Ash nevét miért nem engedte. Nem bírom felvenni. Ezek az UFO-k, hogy össze-vissza dobálnak minket, ez nagyon vicces, vagy hát érdekes. Majd potit kell találnom. Megint nem megy a chat, imádom a YouTube-ot. Remélem ezen majd javítanak hamarosan, hogy ne kelljen folyton kibelépezetni.
Na legalább visszatöltött. Ja, ott a UFO. Szép. Ó, két ilyet kell találni majd. Ha nem is Pleasantbe, akkor majd a másikba. Közben es, sikerült megírnod valamelyikünknek? Ó, látom, André átvette a vezetést. Közben ezt a kék helyet keresném. Ott van. Nagyon jó. Ott egy ember! Hol a társa? Szép. Jönnék, csak nem bírok. Á, megvan. Ashley Hun 2004, ez a neve. Írjátok fel be a Ashley Hun. De hát az amúgy még kérdeztem is, hogy az vagy-e te. Jó. Következőbe írjátok be, és utána behívjuk az Ashley Hun. Nem tudom, hogy abban amúgy mi az, ami miatt. Nem az, hogy van benne sok nagy betű? Az megvan, bakker, már bocsánat. A Hun, az három nagy betű, és azt letiltja a Nightbot valószínűleg, vagy nem engedi. Es. Le tudod majd kicsibe írni? Vagy nyilván nem mondom, hogy írd át a neved, de akkor majd valahogy írd be máshogy nekünk. Kicsibe próbáld meg írni? Hogy írd be ugyanazt a neved, és most a chatre, kis betűvel, mert az lesz a hiba. Szia Bogi! De örülök, hogy itt vagy. Mondanám, hogy gyere, de a következőre megvan a három, de utána még jöhetsz, mert szerintem 8-ig toljuk neki. Simán. Akár majd lehet egy olyan, mert van egy ilyen összeszokott csapatunk a végén zárásnak, hogy ugyanúgy a Zsolt, André, és akkor Bogi a harmadik. Ezt szeretném, hogy ők velük játszom az utolsót, jó modik. Mert tényleg van egy ilyen baráti csapatunk, és akkor velük lesz az utolsó. Tehát ezután jön Esék csapata, és akkor Esék csapata után pedig a Zsolt és André újra a Bogival. Milyen szerveren? Egy szerver van, gyerek. Mármint bocs, hogy így mondom, de mi az, hogy milyen szerveren? Én tudtom, ma nincsen több. Vagy ha viccből kérded, akkor meg ha-ha-ha. De ha ilyet nem tud, lehet, hogy nincs is Fortnite, vagy van Fortnite-od? Mondjuk hát akkor minek jelentkezett volna, ha nincs? Hát nyilván. Azért lepett meg a kérdés, mert miért lenne bármi más? Ó, a settingsben van. Akkor elnézést kérem, igen, Európa. Jövök megrázni. Midász urat. Nézed, hogy hol a társa. Aha, arra van, gyertek, ott. Messze van nagyon. Leszedjük, és aztán megyünk be a körbe. De az régió és nem szerver, azért mondom, hogy tudtam, már nincsen külön szerver. Jogos be a... Rendben van, Lilla, és köszönöm a közös játékot. És majd még máskor is várunk. Ja, de várjál, így megyünk jó felé. És mindenkinek mondom, hogy te tetszett nektek. Na, de jó, Gréta.
Szia, SSO Horses, mi újság, hogyha tetszett nektek ez a skin, ez most 1192 forintért szerintem az egyik legjobban megérős dolog, benne van a hátas, meg a csákány, illetve, ez a csákány, illetve 600 V-Bucksot is kaptok, ezt a fajta ajánlatot mindenkinek ajánlom, és fontos előtte csekkoljátok, hogyha szeretnétek engem támogatni, hogy be van-e írva a Support a Creator Mongufta kötőjel Daven nagybetűvel. Körülbelül 8-ig, de egy fél perce mondtam el, SSO Horses. Srácok, itt tudunk egyet törni, jöttök? Figyeljetek, léci arra, amit mondok. Vagy idő után a hülye kérdésekre nem válaszolok. Egyszerű. Én se értem es, hogy mi a franc miatt tiltja le. Mert 4 nagy betű van benne, vagy a 2000, nem értem én se. Hát de már itt voltál és már rég köszöntél, mikor mondtam már, bocsánat ez a szóhorsz, és figyelek azért. Semmi bajom úgy. Többiek nélkületek, ja hozod ide, köszi. Zsolta, amit itt várakozunk. És próbáld meg csupa kicsi betűvel beírni, hogy akkor mit ír ki. Tényleg nem értem egyelőre. Azt a mindened, mit van neked. Bálint, jöhetek rá, már az a válaszom, hogy nem, mert már nagyon kevés idő van, és már megvan a két kör, akivel játszok. Lesz a héten máskor, ha lesz kedved, nézd be arra. Most már újakat nem írunk fel. Semmi baj. Jelezze már. Úgyhogy Bálint, sajnálom, már nagyon a végére jöttél, azért nem. De mondom, lesz a héten még Fortnite, és akkor, hogy még nem vagy feliratkozva, iratkozz fel, és akkor ugyanúgy, hogyha majd beírod a neved, addig, ha nem vagy a barátlistámon, jelölj be, ha meg már ott vagy, akkor tényleg legközelebb, hogyha jössz időben, és nem a legvégén, ez nem ellened szól, hanem tényleg csak úgy, hogy még lesz, látom azt, hogy van annyi időnk, akkor simán jöhetsz. Esküjén se értem, es. Zsír. Hát elég fura fegyókat adott most, de ennél végül is jobb. Mehetünk. Oké, és köszi. És amúgy milyen napod volt, Bálintattól megkérdezem meg, mi újság. Mondom, rengeteg hülye hiba van mostanában est, tehát azért mondom, hogy pedig a neved biztos, hogy nincsen letiltva, ne viccelj, toltat szeretünk. Meg egy csomót szoktunk beszélgetni a live-okban, ne viccelj. Nekem elküldte Instán be a Ashley, alsó vonal Hun, alsó vonal 2004. Azért mondom, hogy tényleg semmi olyan nincsen benne, amire azt mondom, hogy letiltaná a YouTube chat. Meg van hűlve a YouTube gyerekek. És ezzel meg már máskor játszottunk, vagy próbáltuk, szerintem akkor simán beírta a nevét, nem is értem. Live-on kívül nagyon keveset játszok, azért mondom, hogy nem, és ki van kapcsolva, hogy meg tudjatok hívni engem. Mert nagyon idegesítő volt, hogy kértem, hogy ne, és minden valaki fél percenként hívogatott. Mondjuk, mikor koncentrálni kell, akkor nem lehetett. Live-on kívül csak a közeli barátaimmal szoktam játszani. Hallod, milyen aranypisztoly. Ezt szeretem én, lehet vele tarolni. Hol van? Aha. Jó.
közelebb kéne majd mennünk. Gyógyítom, csak falazzatok be addig. Így áll healed. Vagyis shieldet. Ott van sniper, azt lehet, hogy viszek. Habár... nem a helyet. Jaj. Baj van, srácok. Végem. Ezzel túl pro hozzám képest. Hajrá, Andrej. Nem baj. Jön a visszavágó. Redízzetek egyből. Jó volt osztálytalálkozó, volt pedig most lett vége az iskolának, aztán már osztálytali. Hogy egyből? Jól érzi magát, nyugodtan dobjon egy lájkot, köszönöm szépen. Ezek tényleg nagyon jók voltak. Ezzel nagyon jó ez a fegyverre, konkrétan a bokrokat leszedik. Gyakorlatilag meg átlőnek cuccokon. És akkor ezután a csapat után jön a háromasunk, majd ugye Zoltán, S, és már nem emlékszem ki volt a harmadik, de felírták a modik, és utána pedig a végén Bogival jövünk így együtt újra Zsoltékkal. Hát igyekszünk. Csak én vagyok beredizve, akkor menjünk kintről, megint hiba van. Jó, akkor megyünk kintről. Valamiért nem adta be őket. Akkor gyertek ki, mert valamiért nem működött a bedobás. Addig is, hogyha új vagy és esetleg szeretnél valamit vásárolni magadnak, ajándékba bárkinek, Mongufta, kötőjel Dave, Support Creator, köszönöm, ha használod. Mehetünk. Ja, amúgy nem sikerült kajálnom, enyhe utalás a pizza, mert hogy gyakorlatilag képzeljétek el, hogy a szünetbe akartam kajálni, és rájöttem, hogy mivel Janával úgy döntöttünk, hogy holnap utánra hozattunk házhoz kaját, így lefőzve nem maradt semmi, mert amit tegnap főztünk, azt megettem ebédre, és így nem tudtam mit kajálni, úgyhogy ja, éhes maradtam. RIP. De hát van ilyen. Csak azt hittem, tudok a szünetben enni, és rájöttem, hogy gyakorlatilag a kenyéren kívül semmi nincsen, ami készen lenne, és 8 perc alatt nem tudok semmit csinálni, amit főzni kéne. Ez a Destroy Equipment. Gyerünk ide az új helyre, itt még úgyse voltam. Kijelölte? Aha. Miért nem jelöli ki, vagy kijelöli? Várjál, destroy, oda, hol volt, ide gyertek, ide. Befrissítem, mert megint áll a chat nálam. Mi van a dinnyével? Zsolt, azt megettük reggel. Meg a csigák is a héját, meg képzeljétek el, hogy a csigák nagyon szeretik a lerágott dinnye héjat. Sorsolás már volt, arról sajnos lemaradtál. Fura tartályok mire jók, azt nem tudom. Tényleg amúgy nagyim meg dédmamám rengeteget ette a dinnyét kenyérre. Hol laksz? Jó vicc. Ezt viszont én is törlöm. De senki lánya, semmit nem tudok megcsinálni 5 percbe, úgyhogy lényegtelen. Basszus, hogy ez rám lő egyből! Jó benéztem.
Látszik, hogy még itt nem szálltam le. Meg azért nem éhezek, mert ebédeltem, csak nagyon kevés maradt ebédre, elszámoltuk. Na hát van ilyen, mindenkivel megesik. Hogy ezeket kell szétveregetni, jó. Mondjuk jó lenne egy kis biztonsági élet. Köszönjük. Itt valaki ezt bedobálta, vagy ezt te voltál? Ez kemény hely azért itt kezdeni. Vele gondolva. Megint áll a csetem. Ezt nagyon remélem, hogy a héten helyrehozza a YouTube, vagy én nem tudom. De hogy konkrétan kibe kell lépegetnem, hogy tudjak bármit olvasni. André azt értette, hogy nem meg a csigák héját. Egyből azon gondolkoztam, hogy milyen csiga héjat ettetek. Nem, hanem a dinnye héjat ették a csigák. Banánt mézzel, az jó, amúgy sült banán mézzel, olyan van a legtöbb jó kínai kajáldában, az finom. Mint édesség vagy desszert. Az mi menő? Nagyon jó. Jó, de én foglak hívni titeket, nem joinolok senkire sajnos. Majd én behívlak titeket. Na, akkor mondom még egyszer. Tehát gyakorlatilag, amit megreggeliztünk maradék dinnyét, annak a héját ették a csigák, mert még van rajta kis leszopogni való, mármint leszopogatni való dínye darabka, és amúgy ők megeszik a héjában levő kis fehér részeket is teljes, és csak a leges, legvékonyabb héját hagyják ott. Nagyon durva. Nem is tudtam, hogy a csigák szeretik a dínyét. Most őszintén, ki az, aki tudta? Szétütjük ezt a követ. Ott van. Ez nagyon jó volt. Az élet az kell. Na, John tudta. És Lili is, már nekik voltak csigáik. De tényleg nagyon szeretik, hallod? Úgy rácuppannak. Gyakorlatilag. Rendben van, Zoltán, de mivel én hívok be mindenkit, hiába csináltátok meg, ne haragudj. Mivel az én csatornám, a szabályokat én hozom, már nem bántásból, megmondtam. Várakozunk, de legalább nem vagyok egy, addig tudtok beszélgetni, jajaja. Aztán majd utána megoldjuk. Arany. Jó, nem úgy mondtam, csak mondtam alapvetően. Várjál! A nagy shieldet felszedem. Aztán utána mehetünk, csak várjátok meg, ez fontos. Mivel fontos, hogy én legyek a party leader, mivel lehet, hogy jobban, sőt, biztos, hogy jobban játszotok, mint én, és akkor sokkal erősebb ellenfeleket ad be, nem azért, hogy én menőzzek, hanem azért, hogy velem egyszintű embereket dobáljon be. Halililla sáfrány újra! Örülünk, hogy itt vagy, ne viccelj már! Nekem is vannak unalmas pillanataim.
ott jelezte a ládákat. Ja, azt hittem megálltok, de akkor nem. Jaj, újra töltitek, nem rossz tactics. Nyugi, csak vennem kell potit. Így, mehetünk. Ne spamelj, Zoltán, ezért adok egy ideiglenes, sajnálom. Látom, a modik is adtak, köszi. Jogos, Bogi. Hű, ég a ház! Semmi baj, csak először tudod, figyelmeztesd először, hogy ne spameljen. Aztán ad. Az egy fontos, hogy tudja, hogy miért, hogyha... izé... Ettől függetlenül persze. Ha most nem kezd el, már bocsánat, nem kezd el kurva anyázni, akkor jöhet. Ha elkezd, akkor nem. Nem, a játék oldaláról, de elvileg ugyanaz, de nem az Epic Games-ről. De elvileg ugyanúgy tud csatlakozni. Lesz a héten Genshin is, majd várlak játszani, úgy van, bár most már World Level 3-as vagyok, úgyhogy akik játsszák Lilibe, a húzzatok majd bele, mert level 30-as vagyok, azt hiszem, és a World Levelem az 3-as lett. Nem direkt, csak megcsináltam egy küldit, azt átváltott. Mikor Dave nem akar haladni, de mégis halad. Ott egy csávó. Ajjaj, visznek a UFO-k! Vagy nem az UFO-k? Na jól van, én az eventet csinálom, így lusta vagyok haladni. Én is az eventet csinálom, meg a napi küldiket be a minden nap. Meg egy másik dolgot megcsináltam aztán. Szálljunk fel. Azt hiszem nem tudom, hogy Genshinben lehetett többen csinálni az eventet. Lili, azt a rész, hogy labdával kell átdobni, mint a Harry Potterbe, a Quidditchen azt lehet. Mert azt ma csináltam Zsillám Katiszával, meg a nagy részét lehet az eventnek. Hogy majd belenézünk, ami még nekem nem lesz kész. A napit csak akkor, hogy kedvem tartja, de hála az égnek, már nem kell sok húzat. Én minden nap megcsinálom, már csak a Battle Pass miatt is. Annyit rászánok naponta, hogy belébe. Kivétel, amikor 0-24-ben dolgozok, akkor nyilván nem. Na, milyen jó elrepkedünk.
akkor egy level 3-as kapu nem kell kapkodnia meg. Ja tényleg, Lili tud velem. Ott úszott valaki. Tényleg igazad van. Igazad van, Bea. Én meg elfelejtettem. Launchpad. Hol van, akivel tudunk beszélni? Ja, följebb, gondolom. Ó, nem tudom megvenni a jó sznájpert, nem maradt cuccom. De itt van nála jó sznájper. Szia, Matyi, ezer éve mi újság? Tanuláshoz is így vágna az eszem, de legalább az idei bizin nem lett szörnyű. Az a lényeg. Ami nem az, hogy így vágna, hanem az, hogy nem lett szörnyű. Már nem, Matyi, sajnos, mert volt, aki előtte 10 percet kérdezte, már megvan az utolsó két csapat, és már addig tart csak a live. Héten lesz még Fortnite, hogyha időben nézed majd, vagy nézed Instagramon, mindig kiteszem, hogy 4 óra körül, vagy 3-kor kezdem. Változó, ha időbe tudsz jönni, akkor tudsz majd jönni, ma már sajnos nem. De amúgy jól vagyok. Hogy tetszik neked eddig az új szezon? Jövök föl. 3-as lettem idén, angol megtöri 2-es. Hát figyelj, majd kijavítom, most nem dől össze a világ. Aha. Nem tudom, hogy hol mennek. Én is egyelőre a hát elmegy kategória, de kezdem megszeretni ezt a szezont végül is. Úgy eldobjuk. Hol látod őket? Hoppá! Ó! Várjál! Álljon meg! Látom! Na, az jó lilla. Pedig ott volt. Aha. Kapta! 105! Gyere ki, csiga, biga, gyere ki, szétlövöm a fejed... Ja. Hova megy ez?
Nem itt volt. Elszökött. Menjünk följebb. Látom, André ott van. Jövök fel, André. Ó, látom. Szép! GG a csapatnak! Gyönyörű! Jól van, Jenna, köszönöm. Szerintem körbe megy a mapon és hátulról támad. Az lett volna. Nagyon szép volt. Na akkor be, most mondd az SS csapatot, és akkor utolsó előtti csapat következik. Bezabáltam Brassoit, hogy fáj a hasam. Én is ezt szoktam csinálni. Bezabálok, és utána meg nem jó. Nagyon jók voltatok, srácok, köszi. Ezeket majd a végén visz. Sulis Menza, ő az egyik, ugye? Jól emlékszek. Most írjátok meg, várjál. Hol van S? Ott van. Vagy kiket írtál fel? Most kérlek írd. Igen, Shadow School, rá emlékeztem. És a Sulis Menza. Nagyon jó, gyertek srácok! Ki nem fogadta el? Sulis Menzát még egyszer invite-oljuk. Addig is item shop, hogyha szeretnél támogatni. Mongufta kötőjel, Dave, köszönöm szépen, akárha a mai cuccot veszed, akárha valamelyik skin magadnak, ajándékba, bárkinek, barátnak, stb. Köszi, ha támogatsz. Meg vagyunk. Behetünk. Végre siker. Siker. Mindenki itt van. Aki jól érzi magát, dobjon egy lájkot, támogatni szuperchattel, szupermatricával vagy tagsággal is tudtok. Mai nap érkezett, azt hiszem, matrica is, meg tagság is. Köszönöm szépen, hálás vagyok, srácok. Rediztem, mindenki redizett, toljuk neki. Totyogás. Lehozzuk, úgy legyen. Úgy legyen. Instagramon is Mongufta Family néven találhatok meg, ha még nem tettétek, kövessetek be ott is. Köszi, köszi. Pingvin tánc, azaz. Na, search for graffiti. Oda jövünk. Ott kezdünk. Ó, oh, valakit nem dobott be! Shadow School, Sulis Menza, S, mi lett veled? Bakker, most látom, hogy S nem nyomta be. Vagy mi történt? Ki dobott? De itt vok és megverem. Jó, verd meg, mert egyelőre föl nem mutatott, azt írja, hogy hároman vagyunk. Ja, hol bedob, hol nem. Jó, utána levőbe újra a lobbiból megpróbáljuk es. Ugyanígy. Ott látom innen a graffitit. Igen. Addig is hallgatjuk ezt a jó muzsikát, mert én szeretem.
meg is van. Nagyon ari, igen. Én nekem is annyira megtetszett. Jó darabig ezt fogom használni. És így végül is az éneklésen megéri a 800-at. Hú, apli. Hát ezt nem tudom. 66-ból szerintem ezt se tudom. De nem. Drága az upgrade. Szerintem még úgy is be fogják hozni majd be, a ne aggódj. Szia Tea! Mondjuk most két napja volt bent, de pár héten belül majd visszajön. Vagy egy hónap múlva. Hogy vagy Tea? Olyan, mintha szirének énekeltek volna. Azaz. Létezek, értem. Bejelölsz Deske 10? Nem, senkit nem jelölök be, még a saját rokonaim sem. Tényleg mindig megmondom mindenkinek, hogy jelöljön, hogyha gondolja, de én csak visszaigazolni szoktam. Semmi nincs meg, hát se baj. Hol van ez fönt? Szóval de hogy megyek? Ja, jó, ott, semmi, megyek veletek, oké. Okay. Jogos. Ezért van a zipline. Végül is. Jó, és sajnálom, és látod, ez nem rajtunk múlik. De majd próbálkozunk meg, ez ne vegye el a kedved, legközelebb is próbálkozunk, másik Fortnite live-ba is. Hú, már elkezdtétek, megyek. De nem kellünk négyen. Na, mikor adja be? Ott van. Meg is vagyunk. Jaj Dave, sose tanulok a hibáimból, csak mert imádok zabálni, mindig bezabálok, már vagy és volt bezabáltam, kirakoztam. Én már olyan éhes vagyok, ne beszéljünk kajáról, de amúgy viccelek, csak nyugodtan lehet beszélni kajáról. Nekem csak az van, amit a Battle Pass-ből szereztem, mikor elégségül játszottam, meg amiket sorsoláson nyertem, például a Harley Quinn. Na látod, az is jó. Az jó skin, én szeretem. Még kettő ilyet kell majd találni. Na, milyen jól látod. Tudja, hogy kit néz. Jó, hogy időre ment a telefonos. Azt nem tudtam. Most látom csak. Kicsit majd mehetünk beljebb. Azt kemény, Matyi. Dupla dév.
Mi volt ez a hang? De fura hangja volt. Akkor tripla hallod. Legjobb. Na, random négy alien cucc. Drukkolok az így nézőként, meg úgyis beverekszem magam a gépemmel, ennyi. Reméljük a következőre bedob tégedes. Jövök. Ó, hogy ott van. Á, nagyon messze van. Aha. Szép! Mire átjöttem, hogy megöljem, megöltétek. Valaki glideres. Hú, basszus! Ezt elcsesztem, igen, mert nekem még töltött, mikor ő már lőtt, ez szarügy. Hajrá, szép volt távolsági lövésed körünkben. Ezt nekem mondod? Ja, köszi. Majd gyakorlok. Au, hajrá! Mondtam, hogy annak az egyfegyónak örültem, hogy behozták. A morti. Szép. Tudsz, akkor még próbálj minket felszedni, de vigyázz magadra. Bocsi, csak most látom, hogy ez jobb lett volna, ha itt van. Nem baj. Kamerakép. Nice. Jaj, de jó vagy! Szép! Király, király. Nyugodtan. Aztán utána majd a visszavágó körnél majd figyeljetek, mert visszavágó után akkor André, Zsolt, Bogi, ti jöttök. Végül is fel tudott minket szedni a kártyáinkat? Lemaradtam. De gondolom igen, mert nagyon megy a kocsi felé. Jövök. Köszi a visszahozatalt.
köszönöm. Shieldje van valakinek? Ajajaj, vigyázz, sniper! Megpróbálok előre menni, bár nem biztos, hogy jó, de addig is elterelem rólatok a figyelmet. Megint megállt a csetem, hülye YouTube. Úgyhogy most nem látom, ha írtok bármit. Ez dekár volt. Gyógyítom. Mire becéloztam, addigra leszed. Nem baj, GG, ügyesek voltatok, és akkor nézzük meg, hogy essel együtt sikerül-e a visszavágó kör. Lobbiból megyünk. Jól teszed, Bogi, ellenőrzze a fegyvereket is, nehogy beragadjon az elsütő billentyű hátul a csapószeg helyre ült. Ó, egy gift sastesóktól, gyerekek, köszönöm szépen! Meglepté! Mit kaptam? Óha! Ez a izé, ez a jazzes kéz! Nagyon jó, ezt most úgy mutattam, mintha kettő giftet kaptam volna. Jazz hand. Equip. És az eurékát is mindjárt bemutatom. Hát nagyon szépen köszönöm! Nagyon szépen köszönöm! Tehát itt akkor mutatom is, hogy mit kaptam. Ezt. Meg ezt. Na ezeket majd fogjuk használni, hát köszönöm szépen. És akkor most induljunk is, srácok, tovább. Nagyon szépen köszönöm. A másikat azt nem tudom, hogy hova rakta, mert megkeresem. Szurkoljunk, hogy ezt is bedobja hozzánk. Addig betölt, hát reméljük es. Tényleg reméljük. Nagyon nehezen akar az essel összecsatlakozni. Igen, hát nyilván az erősebb gépen jobb lesz. Rendben van, Matyi. Benne van, hogy ez nem fog összejönni, ezt sajnálom. Így érzem magam ezért. Pedig tényleg próbálkozunk és jó lenne. Azt írja, hogy te meccsbe vagy, Ash. Tényleg azt írja. Akkor ez így nem jó, Ash. Hogy tudunk egy embert kitenni? Szerintem tegyetek ki.
Jó, kiteszünk, mert utána már megyünk az utolsóba, de hogy teszek ki egy embert? Ja, tudom, itt fönt. Kik. Sajnálom, akkor megyünk egy triót, srácok, és utána pedig a végén. Nagyon sajnálom. Ez a lasszos, azt hiszem, a Star Wars-os cuccokkal volt bent, ha minden igaz. Nem tudom már, hogy mihez kaptunk, de mintha abba lett volna bent. De itt a születésnapos. Nem baj, lesz egy erősebb gépet, toljuk neki. Hozhatnánk vissza a Star Wars dolgokat, megint akarok fénykardozni, azt én is nagyon éltem be. Azt én is várom, annak örülnék. Jöjjünk ide, ide fel. Másikat nem tudom, miért nem adta hozzá, de majd betesszük. Ez a gép is erős, csak nem úgy, ahogy kéne. Értelek. Értelek. Megyünk le. Jó étés, amit beszéltünk, kérlek, küld majd. Hát rendben, Alice, mondom, legkésőbb holnap délig, de az a legrosszabb eset. Ez lehet, hogy még ma este megírom. Csak azért mondom, hogy számolj arra, hogy legrosszabb esetben holnap délig. Ja, a boss lő rá, mondom, mi a szar ez? Így gyorsan hílelek, emlékszem, amikor jön állva szurkoltatok. Kilőttetek engem egy rakétával? Pedig már kezdtem élvezni a csatát, azon a részen mai napig nevetek. Nem ugrik be így hirtelen őszintén. De lehet, hogy volt ilyen. És jó ét amúgy, Elise. Jó pihenést. És innen hová tovább? Megyek kocsihoz. Jövök.
Ja, a fénykard, igen. Az jó, nagyon szerettem azokat az időszakokat. A fénykardos frissítéses dolgot. Azokkal lehetett bőven tarolni. Mit mutatott lent? Jó, hogy itt van ilyen? Jó tudni. Megpróbálok mindjárt felmenni. Na, beszorultam lentre. Nem bírok felmenni. Jó. Jövök oda veletek. És hát két esélyes, de megpróbálhatjuk. Sietek. Meg vagyunk mindhárman. Ennél koncentrálok mindig. Ez tetszik nekem ez a dolog, hogy ezt behozták. Ti hogy vagytok vele? Szerintem ez jó, aranyos kis ötlet. Elvették, ott a aknavető. Vagy jól tudom, nem aknavető. De én úgy mondom. Úgy bogobodoblósz. Menjünk beljebb viszont. Végem. Ezek ti vagytok? Hát ez szar volt. Tehát ez most én rontottam el. Nem baj, nem lehetünk mindig jó. GG azért. Érzem, hogy kezdek nagyon éhes lenni. Na, akkor utolsó csapat, köszönöm szépen srácok, jók voltatok ti is. Lesz még a héten Fortnite Live, számítok akár ott is rátok, hogyha lesz kedvetek jönni. És egy próbát azért max ott is megnézünk. És akkor utolsó csapat, Bogi, André és Summoner. Gyertek. Be is frissítem a YouTube-ot is. Várjatok, nagyon hallom, vissza magam, némítom. Bármivel most nem beszéltük meg, hogy a barátokkal igazából hangban legyünk, ezért most nem adok rátok hangot, de majd akár a következőben lehet. Bogi, Summoner, még André hiányzik. Na igen, az autós volt, azt én is láttam sajnos. Jó, redészhetünk közben.
Na, tök jó már, majd lehet, hogy ránézek. Nem felejtem el. De megírod Instagramon, akkor nem felejtem el. André, ready? Ah, befagyott, oké, okay, semmi. Na, utolsó két meccs mára. Oké, okay, oké. Okay. Gyakorlatilag ezt Zsolt meg tudjuk találni, meg André, mert hogy ezt kerestük a live elején is, erre holnapig tudjuk megcsinálni. És nem találtuk meg ezt a bunkeres dolgot, úgyhogy én most bízok bennetek. Valahol elvileg ott kéne lennie. Ezzel kezdtük a live-ot, aztán ott nem lett meg. Szóljon a zene. Csak nem tudom azt, hogy hol keressük ezt a bunkert pontosan. Ott lent, és majd építetek fel. Lehet. Ó, jó. Na most kommunikáltam vele, és akkor így meg is lett a quest. Ja, ez kell. A tábla, hát ez volt a becsapás. Köszönöm a helpet. Wow, Tifi, akkor tényleg nagyon sokat kellett teparítani, hogy nekünk utolsó két meccs Bogival, Zsoltal meg Andréval. De jól haladsz? Van horgászbotom fegyver helye. Sajnos nincs feliratkozás kérés, én beszoktam reklámozni csatornákat, ha nem kérik, de kérésre nem, ne haragudj, erre kapsz egy ideiglenest. És a következőnél viszont végleges kapsz. Már nem is kérdezted, hogy beírhatod-e. Van még mit csinálni, aha. Na menjünk akkor oda, hát ha abból lesz fegyverem. Egészségemre. Vesztett a magyar csapat, nem néztem most. Mondjuk most csak, én csak el szoktam olvasni, hogy melyik csapat hogy áll. EB-n. Köszönöm. Na gyertek! Megjöttek! Na! Ja, még nincs itten Bogi. Megjöttek. Tudjátok, akkor kell ütni, amikor megjelenik. Szóval mindenkinek mondom átlagosan. Hitő rész, ott van. Úgy. Az új ufós dolog egyike. Mondjuk live közben nem hiszem, hogy sokan néznek meccset, vagy max a háttérben mehet, vagy én mehetek a háttérben.
Hol az utcsó? Jó. Azaz, végre lesz. A snipert vigyétek, ti jobban céloztok, én viszem a pisztolyt. Így. Mehetünk. Nem vezet a magyar, portugálok vezetnek kettővel. Ó, az szomorú. Volt egy gólunk, de les volt és nem adták meg. Á, értem. Mehetünk. Nem megyünk? Amúgy régen, nem is tudom mikor volt az előző EB, azt mi végignéztük, még volt is, hogy beültünk Janába konkrétan kajálni, meg iszogatni egyet, aztán úgy néztük közben a háttérbe a meccset. Ez jó rég volt, akkor még nem volt Covid. De gondolom 4 évente van, nem? Aztán lehet butaságot mondok. Négy éve volt. Aha, jó, akkor jó gondoltam. Keresném a cuccokat, de nem nagyon van ezen a részen. Mehetünk szerintem lassan tovább. Vagy öt. Nagyon gyorsan repül. De arra emlékszek, hogy akkor még talán nem is itt laktunk, mert nekem az rémlik, hogy a 32-esek terénél ültünk be egy nem kocsmának mondanám, mert nagyon sok fajta kaja meg minden volt, de hogy egy ilyen beülős helyre. Én nekem az rémlik, hogy akkor még a 8 kertbe laktunk. Aztán nem biztos. 5 éve. Az esélyes. És elengedett előbb az igazgató, hogy menjünk meccset nézni. De király, de jó fej volt. Valahogy úgy. Én se tudom, én már néha napokat összekeverem, Tifi, én azt hittem, ma is olyan érzésem volt, mintha még most lenne vasárnap, vagy tegnap, nem kedd érzésem van. Ó, jaj. Nézd a! Megrázom, várjál! Pont gombát akartam szedni, azt elkezdett rám lőni. Hű, de messze van akkor a társa. Még kontrollálva nem tudom, hogy ezek hol vannak.
Na most jó helyen vagyunk. Azaz. Oké, Gréti. Kicsim az van. Higgyük meg. There once was a squad that readied up with outfits of fancy to say. Sziasztok, újra itt vagyok, ne haragudjatok, hogy eltűntem, de sajnos a Google fiókomban nagyon sokáig szenvedtem, mire valami eredményt tudtam elérni. YouTube alkalmazás sem engedte használni. Szia Nuku! Igen, arról hallottam, hogy volt ilyen. Lassan kifagyok a töltényből, van benne valami. Van benne igazság. Ezt majd találni kéne. Csak kérdés, hogy hol? Nem vagyok előrébb, abba sincs több. Különben ez fog szólni, ez ilyen. Nincsen annyi aranyam. Pörgessük fel. Elfáradtam, srácok, szerintem az lesz, hogy nem fog megsértődni a csapatom, hogy a visszavágó az már live-on kívül lesz hanghívással. Mert érzem azt, hogy agyilag most fáradtam el. Úgyhogy ezután a live-ot lezárom, de a visszavágót még utána toljuk neki. Hát hogy nincsen sehol senki? Valaki ilyen UFO-val, vagy két UFO. Nyomjuk neki!
Hát ha basszus, nem maradt töltényem. Szedjed, André! Basszus! Help! De szép volt, srácok, GG! Elfogyott egyszer az ammóm. Látod be, a csak bejött, amit írtál, hogy kevés. Be. GG! Megcsinálta a csapat! Nagyon jó! Ez gyönyörű zárása volt a mai live-nak. Nagyon jó volt, nagyon szépen köszönöm mindenkinek a mai játékokat. Remélem jól éreztétek magatokat, gratulálunk a Battle Pass győztesnek. Holnap visszanézhető lesz már a live, holnap dolgozok, utána a többi napon ugyanúgy, ahogy szoktuk, folytatjuk live-okkal, és a héten még lesz még egy Fortnite, úgyhogy ha itt nem ütöttél sorra, vagy szeretnél még később is játszani velem, akkor lesz lehetőség, legyen mindenkinek szép estéje, mongúftakát, jó éjszakát kívánok, sziasztok srácok!